this when I get home. Oh my god, it's flying so fast. Dude, what the fuck is this thing? There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. I think there has to be a reason why that Calvin and me was picked. Maybe because you could take it. UFOs are as real as the airplanes flying overhead. 3, 4, 3, 4, 3, 7, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10,
against at the time. Oh! Nos, azt gondolom mindegyikünk elismeri, hogy hallott már a Földön kívüliekről. Hallott már arról az elméletről, miszerint a Föld nevű bolygón kívül is léteznek más, intelligens lények, akiket időnként itt, a Földön is észreveszünk. Nos, hiszed vagy sem, de itt, ma, ebben a dokumentumfilmben választ kapsz a kérdésedre. Olyan választ, ami bizonyítva van, elismerve és tagadhatatlanul. Azonban miközben bemutatom ezeket a bizonyítékokat, merjünk el a múltban is, és nézzük meg, hogy mi okozta azt, hogy mind hallottunk már az UFO-król. Nézzük meg azt, hogy miért vált a nevetség tárgyává ez a téma az elmúlt évtizedekben, és mi okozta azt, hogy az elmúlt néhány évben ez drasztikusan megváltozott. Ebben a videóban nem raktam semmilyen reklámot, szóval nyugodtan tekerjetek vissza, hogyha valamit nem értettetek meg, vagy megnéznétek újra. Tudom jól, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mi lehet az UFO kérdésnek a válasza, és engem boldoggá tesz, hogy ezt a választ megadhatom nektek. Június 24-én a tapasztalt privát pilóta Kenneth Arnold azt állította, hogy látott 9 darab egy vonalban repülő UFO objektumot, ahogy keresztül repülnek Mount Rainieren, körülbelül 1932 km/h sebességgel. A sebességet az alapján állapította meg, és számolta ki, hogy a két hegy mellett mennyi idő alatt haladtak el, amiknek az egymástól számított távolságát már ismerte. Ez volt az első II. Világháború utáni észlelés az Egyesült Államokban, ami nemzetközi szenzációt generált, és úgy tartják, ez az első modernkori UFO észlelés. Azok alapján, ahogy Arnold jellemezte az objektumokat, az újságok a repülő csészehaj megnevezést kezdték használni. Ezzel popularizálták, és végül így terjedt el az egész világon. Arnold igazából azt akarta elmagyarázni, hogy a járművek úgy mozogtak, mintha egy csészehajjal kacsáznál a vizen, nem pedig azt, hogy úgy néznek ki, mint egy csészehaj. A járművek, amiket Arnold látott, inkább delta formájúak voltak. 1947. június 24-én Arnold Csehalisból repült Yakihamába egy üzleti út miatt. Tették is kitérőt, amikor hallotta, hogy van egy 5000 dolláros pénzdíj annak, aki megtalál egy amerikai repülőszállítót, ami lezuhant közel Mount Rainierhez. Az ég teljesen tiszta volt, és Arnold nyitva tartotta a szemét, hátha megleli a repülőt. Kb. Délután 3 körül járhatott, és 2800 méter magasan repült, amikor feladta a keresést és visszaindult keletnek. Ekkor fényes villanásokat vett észre, olyanokat, mint amikor a napsugarakat visszaveri egy tükör. Pánikolni kezdett, hogy veszélyesen közel került egy repülőhöz, ezért elkezdett körülnézni az égen. De nem látott más, csak egy mögötte haladó utasszállítógépet, kb. 24 km-re tőle. Kb. 30 másodpercre rá, hogy meglátta az első villanásokat, Arnold látott egy sorozatnyi fényt villanni a távolban, magától balra. A villanások kb. 40 méter távolságra voltak. Azt gondolta, talán csak fényvisszaverődés a repülőgépe ablakán, szóval végrehajtott néhány gyors tesztet, mint például jobbra-balra rendült a repülőgépével, majd levette a napszemüvegét és később le is tekerte az ablakot. De a fényes villanások még mindig jelen voltak.
A visszaverődések repülőobjektumokról érkeztek. Egy hosszú láncban repültek, és Arnold egy pillanatra azt gondolta, talán csak kacsák. Azonban ez gyorsan kivonta a lehetőségek sorából rendkívüli sebesség és magasság miatt. Az objektumok hirtelen megközelítették Arnoldot. Elkezdtek a közelében és előtte elrepülni. Arnold szerint a járművek teljesen kiszámíthatatlanul ide-oda mozogtak. Amikor lehetősége volt egy rendes pillantást vetni rájuk oldalról, akkor látta, hogy a járművek olyan laposak és vékonyak, hogy szinte láthatatlanok. Az objektumoknak konvex formája volt, kivéve egynek, ami egy félholdra hasonlított. Állítása szerint a repülő objektumok csoportba rendeződve haladtak, harclépcső alakzatban. Kb. 8 km távolságot lepedve tartották a formációt. Arnold szerint a járművek egyik oldalukról a másikra fordultak, dácként átszágultva a völgyek és a kisebb hegycsúcsok körül. Időnként átfordultak, vagy egységként teljesen az oldalukra fordulva haladtak, míg ismét elkanyarodtak, és mindeközben vakítóan fényes, mint tükörben a visszaverődő fénysugárszerű villanásokat produkáltak. Arnold az élményt hátborzongatónak érezte, de úgy vélte, biztosan csak katonai repülőgépeket látott. A sebesség, amivel haladtak, több, mint 1900 km per óra, ami már szuperszónikus sebességnek nevezhető. Az, hogy 1947-ben bármelyik országnak vagy akkori szuperhatalomnak ilyen technológia lehetett a kezében, az teljesen lehetetlen. Az objektumok bőven meghaladják a 2021-ben ismert csúcstechnológia határait is. Arról nem beszélve, hogyha a hidegháború során bárkinek ilyen technológia lett volna a kezében, akkor az első dolga lett volna, hogy az ellenfelek orra alá dörgölje, mint ahogy tették is sorozatosan a létező technológiáikkal. Azonban a történet itt még nem ér véget, ugyanis mások is látták ezeket a repülő objektumokat, sőt, képeket is készítettek róluk. William Rhodes egy furcsa hangot hallott, ezért kijött a házából a fényképezőgépével, arra számítva, hogy lefotózhat egy sugárhajtású repülőgépet, de ámulatára egy különös járművet látott meg az égen. Sikerült két fényképet készítenie, amiket a média kiadott, azzal a sztorival, hogy itt vannak a fényképes bizonyítékok a repülő csészealjakról. Amikor Kenneth Arnold látta a képeket, azt mondta, pontosan ezt láttam. Azonban 48 órával a fényképek kikerülése után két ember ellátogatott Rhodeshoz, hogy kikérdezzék. Colonel Bean főhadnagy és egy Leddy névre hallgató FBI ügynök. Rhodes azt állította, a két ügynök elkobozta tőle a fényképek negatívjait, és amikor betelefonált az FBI-hoz, mindent tagadtak az esetről. Teresa Tindall, a MUFON igazgatónője azt nyilatkozta, hogy szerinte az emberek elfelejtik, hogy Kenneth Arnold mennyire jó szemtanú is volt. Egy privát pilóta a 30-as éveiben, és mindenki egy nagyon korrekt embernek ismerte. A Daily World című magazinban megjelent egy kép 80 objektumról, ami megegyezik Arnold leírásával. A jelenséget alátámasztotta egy férfi is, aki éppen talajkutatást végzett a közelben, ugyanabban az időben, amikor Kenneth Arnold a magasban repült. Ő 6 darab objektumot számolt, illetve egy erdész, aki villanó fényeket látott az égen, ugyanakkor, ugyanabban az időben. Csupán 600 kilométerrel arrébb, egyetlen nappal azelőtt, hogy William Rhodes képei napvilágot láttak volna, megtörtént a történelem legismertebb UFO jelensége. A Roswell incidens során egy farmer, William Brazier arról tett bejelentést, hogy a Foster farmon nagy mennyiségű roncsot, törmeléket talált. A farm kb. 50 km-re található Roswelltől. Július 6-án Brazier bejelentette az esetet George Wilkes sheriffnek, aki pedig értesítette Jesse Marcel katonatisztet, aki ellátogatott a helyszínre. A következő reggelen, július 7-én a katonai légierő megvizsgálta a törmelékeket, majd a Roswell katonai támaszpontra szállította. Másnap, július 8-án a légierő szóvívője Walter Hout sajtótájékoztatóban kijelentette, hogy a katonaság sikeresen szertett egy repülő csészealjra, amely egy farmon landolt közel Roswellhez. Tehát az amerikai katonaság konkrétan bejelentette, hogy van egy csészealjuk. Idézett Walter Hout-tól, amelyet a riportereknek adott.
A találgatások a repülő csészehajról valósággá váltak tegnap, amikor a 8. légierő hírszerzőirodájának az 509. bombázóegysége a Roswell katonai bázison szerencsésen szertett egy csészehajra egy helyi farmer és sheriff együttműködésével. A repülő objektum egy farmon landolt közel Roswellhez valamikor az előző hét során. Működő telefonhálózat hiányában a farmernek várnia kellett a sheriff megkeresésével, aki miután kapcsolatba léptek, felkereste Jesse A. Marcel nagyot a hírszerzőirodától. Marcel azonnal utasítást adott, hogy a csészehajat a Roswell katonai bázisra szállítsák, majd miután megvizsgálták, Marcel őrnagy átszállította a roncsokat egy magasabb szintű katonai főhadiszállásra. A bejelentést azonnal minden hírcsatorna felkapta, és világszenzációvá vált. Azonban másnap a katonaság ismét sajtótájékoztatót tartott, ahol kijelentették, hogy az objektum igazából nem repülő csészehaj volt, hanem egy átlagos meteorológiai léggömb. És, hogy ezt prezentálják, a sajtótájékoztatóra elhoztak magukkal a maradványokból, amit állításuk szerint a farmon találtak. A bemutatott anyagok között volt alufólia, gumi és fadarabok. Történész Robert Goldberg azt írta, hogy az állított effekt beteljesült, az egész sztori másnapra lehalt. És ez igaz is, de csak részben. Míg rengeteg ember teljesen elhitte azt, hogy csak egy átlagos meteorológiai léggömb volt, sokan feltették a kérdést, hogy vajon hogyan lehet, hogy egy nappal korábban még teljesen mást állítottak. Hogyan lehet, hogy büszkén kijelentették, egy repülő csészehajat szereztek úgy, hogy nyilvánvalóan, amikor a Roswell katonai bázison bevizsgálták a maradványokat, rendkívül komoly szakértők vettek részt. Hogyan lehet, hogy mezei alufóliát, gumimaradványokat, meg néhány fadarabot egy földön kívüli jármű létéhez kötöttek? Hogyan lehet, hogy sem a farmer, sem a sheriff, sem a katonatiszt, akik szintén találkoztak a maradványokkal, nem ismerték fel a szimpla fadarabokat, alufólia és gumimaradványokat, sőt, úgy érezték, azonnal értesíteni kell a légierőt? A sztori elcsendesült a következő 30 évre, és egy bit összeesküvés elmélet szintjére alacsonyodott. Azonban a 70-es évek végén a sztori ismét felszínre tört, mikor egy nyugdíjazott főtábornok egy UFO kutatónak adott interjúban először elismerte, hogy a meteorológiai léggömb csak egy fedő sztori volt. Az UFO kutatók ismét promotálni kezdték elméleteiket, sőt, azt állították, földön kívüli lények halott maradványait is megszerezte a katonaság, és ezt is eltusolták. Valamint 1980. szeptember 20-án, több mint 30 évvel a történtek után egy tévésorozat, valamint Kutatva címmel készített egy interjú Jesse Marcellel, a katonatiszttel, aki vázolta a részvételét az 1947. július 9-i sajtótájékoztatóról. They took pictures, of course. They had a whole flock of microphones there. They wanted me to, they wanted some comments from me, but I wasn't that liberty to do that. So all I could do is keep my mouth shut. And General Ramey is the one who discussed or told the newspapers, I mean the newsmen, what it was and to forget about it. It was nothing more than a weather observation balloon. Of course, which we both knew differently. A katonaság egyébként 1947. július 11-én egy demonstrációt is tartott, ahol bemutatták, hogyan nézett ki a meteorológiai léggömb normál állapotában. Szóval elvileg erre hitte a farmer, a sheriff és a Roswell katonai bázis kutatói, hogy egy földön kívüli repülő csészehaj. A 80-as évek vége és a 90-es évek elején UFO kutatók Stanton T. Friedman, William Moore, Carl T. Flock és Kevin D. Reddle csapata több száz embert meginterjúoltak, akik állításuk szerint ilyen vagy olyan módon kapcsolatban álltak a Roswell eseményekkel. A konklúziójuk végül az lett, hogy legalább egy földön kívüli jármű lezuhant Roswellhez közel, és a kormány eltusolta a dolgokat. A 90-es évekre rengeteg film és könyvadaptáció jelent meg a Roswelli esetről. Végül 1994-ben a mainstream média és civil nyomás után az amerikai légierő publikált egy beszámolót, miszerint az objektum igazából a Project Mogul részeként egy teszt nukleáris megfigyelő ballon volt.
Egy második beszámoló az amerikai légierőtől pedig arra a következtetése jutott 97-ben, hogy a sztorika földön kívüli lények maradványairól azért indultak csak el, mert teszbábukat használtak, amiket ledobtak a magasból. Szóval beismerték, hogy valóban hazudtak a meteorológiai léggömbről, és azt állították, hogy ez egy titkos katonai projekt volt. De akkor miért nem szedték össze napokig a maradványokat saját maguk, amikor a farmra zuhantak? Hiszen állításuk szerint ez egy komoly és rendkívül titkos katonai projekt volt, szóval csak tudniuk kellett, hogy lezuhant, és azt is, hogy hol. Ebben talán még az is érdekes, hogy a katonatiszt Marcel 1985-ben adta a végső interjúját az HBO America Undercover című műsorában, ahol konzisztensen többször is tagadta, hogy ő bármilyen holttestet látott volna a roncsok mellett, illetve a farm területén. Kicsit így olyan a dolog, mint a testeket nem a magasból dobták volna le, hanem a járműből szedték volna ki. A Roswell esetet még 2021-ben is kutatják. A legnépszerűbb tézis, hogy a földön kívüli jármű egy megfigyelő volt, aminek utasai nem földön kívüli lények, hanem sokkal inkább olyanok voltak, mint amiket mi bionikának nevezünk. Napjainkig vannak szemtanúk, akik a halálos ágyukon adnak tanúvallomást arról, hogy ami Roswellben történt igaz, és a jelenlévő objektumok nem erről a földről származnak. A farm, ahol a járművet találták, Új-Mexikóban van, ahol az első atombombát robbantották csupán 2 évvel korábban. Az amerikai katonaság Új-Mexikót használta abban az időben az atomfegyvereik tesztelésére. Az amerikai kormány kutatási feljegyzései szerint Új-Mexikó területéről jelentették abban az időben az egész világon a legtöbb UFO észrevételt. We found a piece of metal about a foot and a half to 2 feet wide and about 2 or 3 feet long. Felt like you had nothing in your hands. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes. But the thing about that got me is that you couldn't even bend it, you couldn't bend it, even with a sledgehammer would bounce off of it. So I knew that I had never seen anything like that before, and as of now, I don't know what it was. It was not anything from this earth that I'm quite sure of, because I was, being an intelligence officer, I was familiar with just about all materials used in aircraft and in our air travel. This is nothing like that. It could not have been. A mai napig összességében világszerte a legtöbb UFO észrevétel az atomfegyverek kilövő bázisain, annak környékén és olyan helyeken vannak, ahol tárolják, hordozzák, valamint ahol fejlesztik azokat. Ha a földön kívüliek itt vannak, akkor egész biztosan aggódnak az atomfegyvereink miatt, és amiatt, hogy mit kezdünk velük. Olyanok vagyunk, mint egy kisgyerek, aki tűzzel játszik a lakásban. Azonban ezúttal a lakás. Az UFO téma szakértői lehetségesnek látják, hogy William Rhodes ugyanazt a járművet fotózta le, ami pár nappal később Roswellben lezuhant. Stripes and bright stars through the bay.
A washingtoni zűrzavar, Washington inváziója, vagy más néven a Washington reptéri észlelések. A jelenség egy UFO észrevételi bejelentéssorozat volt, amik július 12-től július 29-ig tartottak Washington DC környékéről. A legpublikáltabb észrevételek egymást követő hétvégékről érkeztek. Ezt az 1952-es UFO jelenségek klimaxának nevezik a történészek, és soha máskor nem volt ennyi munkája a Project Blue Book, vagyis a Kék Köv nevű szervezetnek, valamint a légierőnek sem. július 19-én Edward Nugent, egy légirányító a washingtoni nemzeti repülőtéren észrevett 7 darab objektumot a radarán. Az objektumok 24 kilométerre délnyugatra voltak a várostól, és nem követték a szokásos repülési útvonalakat. Nugent főnöke, Harry Barnes, szintén végignézte a radaron, ahogy repülnek az objektumok. Később azt nyilatkozta, azonnal tudtuk, hogy egy nagyon fura szituációba kerültünk. A mozgásuk teljesen radikális volt a normál repülőjárművekéhez képest. Barnes felkért két másik légirányítót is, hogy ellenőrizzék le, Nugent radara megfelelően működik-e. Majd miután megállapították, hogy igen, Barnes felhívta a radarfelszereléssel ellátott kontrolltornyot, ahol Howard Cochrane és Joe Zacco azt mondták, több azonosítatlan objektum is van a radarképükön, és láttak is egy helyben lebegő, ragyogó fényt az égen, ami később tovább mozgott elképesztő sebességgel. Ekkor Cochrane ilyetten megszólította Zaccót. Láttad ezt? Mi a pokol volt ez? Ezen a ponton újabb objektumok jelentek meg a radar mindegyik szektorában, és a Fehérház, valamint az Egyesült Államok kapitóliuma felé vették az útjukat. Barnes azonnal felhívta az Andrews légierőbázist, ami kb. 16 kilométerre helyezkedett el a reptértől. A légierőtől az az információ érkezett, hogy ők nem látnak szokatlan objektumokat a radaron, azonban egy kis idő elteltével egy pilóta kapcsolatba lépett a bázissal, hogy furcsa repülő objektumokról tegyen bejelentést, amiket a levegőből látott. Egy másik pilóta, William Brady is bejelentést tett egy objektumról, ami leírása szerint úgy nézett ki, mint egy narancssárga tűzgömb, amihez hasonlót még sosem látott. Időközben S.C. Pearman, aki a reptér kifutópályáján várakozott a repülőgépe pilóta fülkében, hogy felszállhasson, rádió kapcsolatba lépett Barnes-zal. Állítása szerint az objektumra először azt hitte Meteor, azonban Barnes értesítette, hogy több objektumot is észleltek a radaron és az ő pozíciója felé közelednek. Pearman végül 6 darab objektumot látott összesen, amik fehér, rendkívül gyorsan mozgó fényekre hasonlítottak. Összesen 14 percen át szemlélhette az objektumokat. Az esemény során Barnes minden egyes objektumról megerősítést adott, miszerint látják őket a radaron. Végül Pearman bejelentette, hogy a fények tovaszálltak elképesztő sebességgel, és megerősítést kapott, hogy eltűntek a radarról is. Időközben az Andrews légierőbázison Charles Davenport, adminisztrációs őrmester azt jelentette, hogy egy narancssárga vörös fényt látott déli irányába, ami eleinte úgy tűnt, mintha egy helyben állna. Majd hirtelen irányt és magasságot váltott, amit egymás után több alkalommal is megtett. Egy bizonyos ponton mindkét radarállomás, a repülőtéren is és a légierőbázison is lekövetett a radarukon egy objektumot, ami egy rádió irányleadó állomás mellett lebegett. Az objektum három radarállomás képernyőjéről is egyszerre tűnt el. Hajnali 3-kor, röviddel azelőtt, hogy az amerikai légierő két darab F-94-es Starfire vadászgépe a Newcastle légierőbázisról Washingtonba érkezett volna, minden objektum eltűnt a nemzeti repülőtér radarairól. Azonban amikor a vadászgépekből kifogyott az üzemanyag és visszafordultak, akkor az objektumok visszatértek. Barnes állítása szerint ez meggyőzte őt, hogy az UFO-k megfigyelték a rádióüzeneteink és az alapján viselkedtek. Az objektumokat reggel 5 óra 30 perckor látták utoljára a radarokon. július 26-án, szombat este 8:15-kor egy pilóta és egy stewardess az egyik nemzetközi járaton repült Washingtonba, amikor fényeket vettek észre a repülőjük felett. Perceken belül a nemzetközi reptér és az Andrews-i radarállomás ismét radarjeleket vett észre egy azonosítatlan objektumról.
A légierő főtörzsőrmestere Charles Cummings azt nyilatkozta, ő a saját szemével látta az objektumokat, és nem olyan karakterisztikájuk volt, mint például egy hullócsillagnak. Nem hagyott maga mögött csíkot, és jóval gyorsabban mozgott, mint bármilyen hullócsillag, amit valaha látott. Tehát ezúttal a pilóták és a légirányítók felettese egy főtörzsőrmester rangban lévő személy is jelentést tett arról, hogy UFO jelenséget élt át. Időközben Albert M. Chapp, a kék könyv, eredeti nevén Project Blue Book szóvivője megérkezett a reptérre, és biztonsági okokra hivatkozva elutasította, hogy a riporterek lefotózhassák a radarképernyőket. Ezek után ő is csatlakozott a radart kezelő személyzethez. 9 óra 30 percre a radarközpontok ismeretlen objektumok jelenlétét jelezték minden radarszektorból. Időnként az objektumok lassan repültek, időnként pedig hirtelen irányt változtattak, és átrepültek a radarképernyőn 11.250 km/h sebességgel. 11 óra 30 perckor két amerikai F-94-es Starfire vadászgép jelent meg, amelyek a közeli Newcastle légierőbázisról lettek felküldve. Főhadnagy William Patterson, aki az egyik vadászgép másodpilótája volt, később azt nyilatkozta, hogy 4 darab fehér ragyogó objektumot látott és üldözőbe vette őket. A nyomozó kérdéseire válaszolva azt mondta, hogy megpróbáltam odarepülni azok mellé, amik 300 méter magasságban repkedtek, és habár a maximális sebességgel mentem, amit a Starfire 94-es tud, inkább abba hagytam az üldözést, mert esélyt sem láttam arra, hogy a közelükbe kerüljek. Albert Chapp szerint, amikor a rádiótorony irányítói megkérdezték Pattersont, hogy látott-e valamit, Patterson azt válaszolta, most is látom őket. Körülöttem vannak mindenhol. Mit kellene tennem? Végül senki sem válaszolt, mert nem tudták, mit mondhatnának neki. Éjfél után, július 27-én megérkezett a radarállomásra John Holcomb, aki az Amerikai Egyesült Államok tengerészetének a radar specialistája, valamint az amerikai légierő analitikusa David Furnett, a kék könyv kapcsolattartója a Pentagonnál. Az éjszaka során Holcomb telefonhívást kapott a washingtoni nemzeti időjárás jelentő állomásról, miszerint enyhe hőmérséklet ingadozás van jelen a város közelében, de Holcomb úgy érezte, hogy a hőmérséklet változás közel sem elég erős, hogy megmagyarázza a jó és szolid minőségű radarképeket. Furnett azt nyilatkozta, hogy mindenki, aki jelen volt a radarszobában, meg volt győződve arról, hogy a radarokon szolid fémobjektumok láthatóak. Voltak időjárás által okozott jelek is a radaron, de ez egy megszokott és ismert dolog volt, és a légirányítók nem is foglalkoztak velük. Még 2 darab F-94-es érkezett Newcastle-ből, és míg az egyik pilóta nem látott semmit, a másik azt nyilatkozta, látott egy fehér fényt, ami köddé vált, amikor elindult felé. Civil repülőgépek is jelentettek fényes objektumokat, amiket az Andrews-i radarállomás a radarain megerősített. Július 27-én, napfelkeltekor, az ismeretlen radarjelek eltűntek. Július 29-én a légierő főtábornokai John Sanford és Roger Ramey sajtótájékoztatót tartott a Pentagonban. John Sanford azt nyilatkozta, hogy a Washington fölött észlelt események mind megmagyarázhatóak, és csupán csillagokat és meteorokat láttak az emberek. Valamint, hogy az ismeretlen radarjelek a hőmérséklet ingadozásával magyarázhatóak. John Sanford azt is kijelentette, hogy a radarjelek nem szolid fémobjektumok voltak, így hát nem jelentenek nemzetbiztonsági veszélyt. Ez volt a legnagyobb sajtótájékoztató, amit a Pentagon a II. Világháború óta tartott. A Washington DC környékén történt eseményeket több száz szemtanú is megerősítette a katonatisztek és a radarszakértők mellett. Egy radartechnikus, Howard Cochran, aki jelen volt az események ideje alatt a radarszobában, 2002-ben azt nyilatkozta a Washington Postnak, hogy ő még mindig meg van győződve róla, hogy látott egy UFO-t, ami a radarképernyőn is ott volt, és a saját szemével is látta, mikor kinézett az ablakon a washingtoni nemzeti reptéren. A könyvében Edward G. Ruppelt azt írta, hogy akikkel személyesen beszélt katonatisztek, valamint a radartoronyban dolgozók közül senki sem értette egyet a légierő magyarázatával. A
Kék Könyv nevű szervezetet az UFO jelenségek szisztematikus átvizsgálására hozták létre a légierő részeként 1952. márciusába. 1951 végére több, magasrangú, nagyon befolyásos generális az amerikai légierőnél elégedetlen volt a légierő UFO nyomozásával, és ezért szétszették az erre létrehozott Gage Projectet, és kicserélték a Project Blue Book-kal 1952. márciusába. Az egyik ilyen generális Charles P. Cable volt, aki azt állította, az UFO téma részletekbe menő vizsgálatot érdemel, mert ő is átélt egy földön kívüli jelenséget. A projekt neve azért kék könyv lett, hogy utaljon a kék brosúrákra, amelyeket egyetemeken és főiskolákon használtak tesztírásra. A nevet a magasrangú katonatisztek rendkívüli figyelme, amelyet a projektnek adtak, inspirált. Úgy érződött, mintha a téma olyan fontos lenne, mint egy egyetemi záróvizsga. A Kék Könyv projekt prioritását feljebb is helyezték, és létrehozták a légi jelenség ágazatot. A légierő végül a Kék Könyvet arra használta, hogy tudományosan támassza alá, hogy az UFO jelenség csak fikció, és csökkentse az emberek érdeklődését a témában, illetve magát a témát a nevetség tárgyává tegyék, miközben ők maguk tovább kutatják az eseteket teljes titoktartásban. A Kék Könyv kulcsfigurája Ellen Hynek volt. Hynek főiskolai diplomát szerzett, valamint egy PhD-vel rendelkezett asztrofizikából. Az amerikai csillagász, professzor és UFO kutató több ezer bejelentett esetet vizsgált el személyesen az amerikai légierő felkérésére. Hynek objektíven és tudományos oldalról közelítette meg az UFO kérdést. Hynek története rendkívül jól van összefoglalva egy közelmúltban megjelent sorozatban Project Blue Book címmel. Ha tehetitek, nézzétek végig és vonjatok konklúziót belőle. Habár a sorozat részben eltér a valóságtól, de nagyrészt valós eseményeket dolgoz fel és prezentálja azokat. Azonban a sorozat a legkiválóbban a stigma képítését mutatja be. A folyamatot, ahogyan lassan, de biztosan elhitetik az emberekkel, hogy amit látnak, az nem valóságos. A földön kívüli jelenség csak fikció, és mindig mindenre van egyszerű magyarázat. Hynek részben a katonaság felé érkező nyomásnak köszönhetően, és részben annak, hogy néhány dolog tényleg megmagyarázhatatlan volt, végül úgy döntött, hogy publikusan olyan konklúziókat von az emberek előtt azokból az esetekből is, amik megmagyarázhatatlanok, mint a valójában csupán mezei jelenségek volnának. Déli báb, mocsárgáz és más olyan dolgok, amik megmagyarázhatják, miért látták a szemtanúk amit. Rengeteg embert megbántott ezekkel a kijelentéseivel, hiszen az átélt élményeiket nevetségesen hibás megfigyeléseknek ítélte a következtetéseivel. 1953-ban Hynek társtag volt a Robertson panelen, ami megállapította, hogy semmi megmagyarázhatatlan sincs a földön kívüli jelenségben, és hogy egy kampány kellene lezajlódjon, hogy dibánkolva legyen a földön kívüli téma. Valamint megállapította azt is, hogy csökkenteni kell az emberek érdeklődését. Since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. A Robertson panel egy tudományos bizottsággyűlés volt 1953. januárjában Howard P. Peterson vezetésével. Az ülés azt javasolta, hogy népoktatási kampány vegye kezdetét, és hogy a civil UFO közösségeket megfigyelés alatt érdemes tartani. A Robertson panel azt is megállapította, hogy a nyilvánosságot meg kell nyugtatni és biztosítani, hogy egyáltalán semmilyen bizonyíték sincs a földön kívüliek létezésére. A nyilvánosság nagy része innentől stigmát helyezett bárkire, aki a földön kívüliekről vagy velük kapcsolatos élményeiről beszélt. Őrült, bolond embernek kezdték tekinteni azt, aki azt illetően teorizálgatott, hogy vajon vannak-e UFO-k. A stigma rengeteg embert kényszerített hallgatásba, mert nem akartak a nevetség tárgyává válni. Emellett bárkit, aki elmerte mesélni a történetét, nyilvánosan lejáratták.
Ennek hatásai a mai napig érződnek, és körülölelik a földön kívüli témát. Ha napjainkban valakivel beszélsz a földön kívüliekről, és az illető légből kapottnak, és nevetségesnek tartja a létezésüket, akkor a Robertson panel és a felépített stigma hatásainak az eredményét tapasztalod meg. A bizottsági ülés egy ajánlásokán történt, amit a hírszerzés tanácsadói bizottsága kapott a CIA-től, mikor felülvizsgálták a légierő nyomozását a földön kívüli jelenségek után, amit a Kék Könyv projektben végeztek. A CIA felülvizsgálata egy reakció volt a széles körben elterjedt UFO jelentéseknek, legfőképp Washington DC környékéről 1952 nyarán. Ez a pont jelöli a stigma kialakításának a kezdetét. Az itt elhangzottak után a médiában rengeteg anyag jelent meg a földön kívüli témáról. Újságcikkek, filmek, könyvek és túlnyomó részük a nevetség tárgyává tették azt, aki a földön kívüliekről beszélt. Illetve a filmekkel teljesen fiktívnek adták el a gondolatát annak, hogy mások is léteznek. Heinrich egy későbbi interjúban sajnálkozott, hogy a Robertson panel elősegítette, hogy az UFO téma rossz hírű és a nevetség tárgya legyen. Heinrich a 60-as évek környékére elkezdett időnként publikusan ellentétbe állni a Kék Könyv projekt konklúzióival. És habár egy idő után nyílt titokká vált párfordulása, végül csak mikor a Kék Könyv projekt hivatalosan le lett zárva, kezdett nyíltan beszélni a párfordulásról. Egy 1985-ös interjúban, amikor arról kérdezték, hogy mi okozta a változást az álláspontjában az UFO jelenséget illetően, azt mondta két dolog. Idézett Ellen Heinrichtől. Az első az a teljességében negatív és hátráltató hozzáállása a légierőnek. Még akkor sem adnának esélyt arra, hogy a földön kívüliek léteznek, ha fényes nappal az utcán repkednének. Mindennek észszerűen megmagyarázhatónak kellett lennie. I don't think we have seen any UFO phenomena when you're over here. Not this time, no. A másik pedig a szemtanú kalibere, ami aggasztani kezdett. Nem kevés eset volt, amit katonatisztek és pilóták jelentettek. És tudtam, hogy ők nagyon jól vannak kiképezve, szóval ekkor kezdtem először azt gondolni, hogy az UFO jelenségben lehet tényleg van valami. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real, what is your opinion of these new sightings of unidentified objects? With all due respect to the Air Force, I believe that some of them will prove to be of interplanetary origin. During a 3-year investigation, I found that many pilots have described objects of substance and high speed. One case, pilots reported their plane was buffeted by an object which passed them at 500 miles an hour. Obviously, this was a solid object, and I believe it was from outer space. '47 óta körülbelül 100 ezer alkalommal tettek bejelentést UFO észlelésről világszerte. A stigma és a vele járó félelem ellenére is voltak, akik nyíltan felvállalták az UFO-kkal kapcsolatos gondolataikat, vagy pedig elmesélték az élményeiket. Például az Egyesült Államok néhány elnöke.
Eisenhower és az UFO kapcsolatát rengeteg misztikum veszi körbe, és a találgatások egyik fő tárgya az 1950-es évek óta. Rendkívül elterjedt ugyanis az az információ, miszerint Eisenhower három alkalommal is találkozott földön kívüli lényekkel, méghozzá a szürkékkel. Az első titkos találkozó egy légibázison történt Új-Mexikóban 1954-ben, miután az elnök és az FBI valahogyan telepatikus üzeneteket küldött a földön kívülieknek, és találkára invitálták őket. Eisenhower 5 csillagos hadvezér volt, és ő vezette az amerikai és szövetséges erőket a II. Világháború során. Habár plegykák a titkos találkákról visszanyúlnak az 50-es évekig, semmilyen bizonyíték sincs arról, hogy valósak voltak. Az azonban mindig is a pletykák fókusza volt, hogy Eisenhower kölcsön szeretné kérni a földön kívülektől a technológia egy darabkáját, amivel az űrbe lehet eljutni. 15 évvel később Amerika volt az első, akik eljutottak a Holdra, és biztonságban haza is tudtak térni. Azonban talán a legérdekesebb története Richard Nixonnak van a földön kívüliekkel kapcsolatban. Nixon megjelent Jackie Gleason színész komikus házánál éjfél tájt, és személyesen furikázta el a tévésztárt a floridai Homestead égérő bázisba. Elkocsikáztunk egészen a legtávolabbi pontjáig a bázisnak, egy elszeparált területre, és végül megálltunk egy rendkívül keményen őrzött épületnél. A biztonsági őrök látták, ahogy megérkezünk, és csak hátra mozogtak, ahogy elhaladtunk mellettük, és beléptünk az épületbe. Elhaladtunk több laboratórium mellett is, mielőtt eljutottunk volna abba a szekcióba, ahol Nixon rámutatott valamire, amire azt mondta a maradványai egy lezuhant UFO-nak. A maradványokat elzárva tartották több, nagy tárolóburokban. A tévésztár ezután azt mesélte, hogy átmentek egy kamrába, ahol 6-8 üvegtetői ételfagyasztószerű szerkezetet tároltak. A belsejükben pedig a megcsonkított maradványait láttam valaminek, ami egy gyermekre hasonlított. Majd, mikor jobban megvizsgáltam a tárolókat, rájöttem, hogy néhány tetem nagyon réginek tűnt. A többségük rendkívül megcsonkított állapotban volt, mint a balesetet szenvedtek volna. Nixon megerősítette Gleason gyanakvását, és azt állította, a tetemek valóban földön kívüliek, akiknek a járműveik vagy lezuhantak, vagy lelőtték őket. Azt, hogy a történet valóságos-e vagy sem, természetesen nem tudhatjuk biztosra. Az viszont tény, hogy Richard Nixon és Jackie Gleason szoros barátságot ápoltak életük során. We've never proved one, but there are things flying around up there that we haven't fully identified yet. And keep in mind, there are basically a billion galaxies in an ever-expanding universe. I mean, you can't even get your mind around the sheer number of things that are out there. I think that the probability is that there's something you would call life somewhere else. A korábbi elnök azt reméli, hogy a földön kívüliek kapcsolatba lépése egyesíthetné a Földet, de tudja, hogy az emberek kiborulnának. There's footage and records of objects in the skies that we
don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. Barack Obama kijelentette, hogy Amerika rendelkezik videófelvételekkel, fényképekkel és mérési adatokkal a beazonosítatlan objektumokról, vagyis a földön kívüli járművekről. Obama azt állítja, nem tudják ők sem, hogy mik lehetnek ezek, ez azonban tekintve a földön kívüli jelenség hosszú múltját és az amerikai hadsereg részvételét benne elég megkérdőjelezhető. Talán ő nem tudja, mert nem adtak át neki elég információt. Azonban nem csak Amerikából érkeztek információk a földön kívüliekkel kapcsolatban. Hatalmas miszkoncepció a világon, hogy csak Amerikában vannak UFO jelenségek. A világ rengeteg pontjáról tettek bejelentéseket azonosítatlan objektumokról, amik az égben repkednek, illetve más országok vezetői és katonaságai is tettek bejelentést földön kívüliekről. Egyszerűen csak Amerikában a legerősebb a média, és onnan jut el hozzánk a legtöbb információ, illetve ott buknak a felszínre a leginkább a titkok. Interceptors scramble to investigate pulsing lights northeast of Moscow. For 3.5 hours, they stalk the UFO, which moves at speeds up to 3,000 miles an hour. No radar image appears on the screens of ground stations. Thermal imaging produces results. The UFO is photographed. The secret results are proof for the Chief of Air Defense Forces. This 1990 case is the only one supported by evidence. All other possible contact reports by both civil and military aircraft are merely eyewitness accounts. This is the only case for which there is concrete proof. As far as official instructions are concerned, we in air defense have certain unwritten rules that mean we only use radar and not armaments against UFOs. We never thought it was American stealth aircraft. The radar characteristics are not the same. Stealth behaves like a plane in terms of speed and maneuverability. UFOs are very different. From 1977 on, an official Ministry of Defense study collects hundreds of reports. They hope to gain alien technology for military use. The covert research continues. Jeśli nie wierzy pan w koniec świata, to może chociaż w Dziadka Mroza. No nie bardzo. Ale nie mam serca, by mówić dzieciom, że Dziadek Mróz nie istnieje. Każdy prezydent dostaje teczkę z napisem ściśle tajne. Są tam informacje o obcych, którzy odwiedzili naszą planetę. Nie mogę powiedzieć jak wielu, bo mogłaby wybuchnąć panika. Measured some exceptional accelerations, which cannot be related to conventional aircraft. That is clear. The pilots confirmed that it was impossible for them to accelerate as quick as the target was doing. Data then of all these performances, which were registered during their lock-on of the radar, it was totally outside of the normal performance envelope of any airplane. These speeds would be impossible to tolerate for a human being. That's a first point. A second point is the visual observations always describe a system, a machine, which hangs and hovers above the surface at quite a low altitude, without making any noise. Now, with the current technology, that would be impossible. There have been thousands of observations in Belgium, and I think it's our job to try to find out
where it comes from, what the origin is, and what the intentions are. Pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve, como en dos fotos. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. Va, uno. Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Se me correteando? ¿Qué es eso? A ver, trata de enfocar. El máximo. Ok, no dejen que lo dejen atrás. Abajo, arriba, En medio, ahí van. Ahí van uno, dos, tres, a la misma altura. Cinco. Qué barbaridad, ¿no? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura este taller? Afirmativo. Un poquito, arriba, arriba. 8, 9, 10, 11, contando toda la cola. Ahí. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Con eso no podemos saber qué distancia. ¿Por qué nos vienen siguiendo? A törökországi UFO jelenségek 2007 és 2009 között történtek. Bak tam ne kadar beyaz ışık. İşi açtım. Ne ter denize doğru gidiyor değil mi? Ama şekil değişti. A török nemzeti tévécsatornán heves viták dúltak arról, hogy a felvételek, illetve a tanúvallomások valóságosak-e az eseményeket illetően. Úgy döntöttek, egy átfogó analízis szükséges ahhoz, hogy megállapíthassák a jelenség mi voltát. Végül rengeteg tudós sok különböző szakágról összeült, hogy együtt megvitassák a videó eredetiségét. Részt vettek olyanok is, akik a speciális effektekre és videóanyag manipulációra szakosodtak, és képkockáról képkockára lebontották a felvételeket. A konklúzióban képtelenek voltak bármit is felmutatni azt illetően, hogy a videók manipulálva lennének, sőt, megállapították, hogy a videók átfogóan olyan struktúrával rendelkeznek, ami nem lehet része bármilyen számítógépes animációnak, és nincs semmilyen speciális effekt, CGI vagy szimuláció bennük. A videóban látható objektumok fényei valóságosak és normál kondíciók közt lettek lefilmezve. Ötvenkét szemtanú és egy nagy tiszteletnek örvendő doktor látta élőben a 2009-es felvételen történt eseményeket. Sokan próbálkoztak, de képtelenek voltak éveken át bebizonyítani, hogy a videó fake, hamisítvány vagy manipuláltak rajta bármit, és a mai napig kiállta az idő próbáját. Thank you.
jelentés végeredménye, az objektum, ami a videóban látható, egy UFO. A Vice Words News nevű médium egy részletes cikkében meséli el, hogy hogyan leplezték le a 70 éve tartó UFO jelenségeket és a kanadai hadsereg részvételét bennük. A cikkben részletekig menően elmesélik a lényegesebb információkat, amiket szereztek, és kitérnek fontosabb eseményekre, mint például egy nagy, csőszerű objektumra, amit a kanadai hadsereg radaron követett 2002-ben, illetve egy fehér fény, ami kékre és vörösre vált, és zigzag formációban repült az ontáriói katonai bázis körül 1978-ban. Vagy egy narancsárga pulzáló szimmetrikus fényjelenségre, ami úgy száguldott el Ottawában két légierőben szolgáló katonatiszt fölött 1950-ben, hogy abszolút és semmi hangot nem bocsájtott ki magából. A Vice Words által kibocsájtott beszámolók a kanadai hadsereg UFO jelenségeben való részvételéről az 1950-es évekig nyúlik vissza. A jelenségek merőben hasonlóak ahhoz, amik Washington DC-ben 1952 nyarán zajlottak le. De muszáj bemutattam a kanadai védelmi miniszter nyilatkozatát is az UFO jelenségeket illetően. UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. In the 1960s sometime, it was a flotilla of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe, and the commander-in-chief of the Supreme Allied headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Obviously, they had thought maybe they were Russian and they were very concerned about it. An investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded that at least four species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. There are live ETs on Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was called the Tall Whites. And this is when Paula Harris broke the story just a few years ago. And through her good offices, I had the chance to talk for about 3 hours with former Airman Charles Hall and listen to this absolutely fascinating story of how he was working with, first of all, he was scared out of his skin, but after that, when he got to know them, how he was working with, and finally they became to trust each other and have a good working relationship with the Tall Whites at the gunnery range at Indian Springs in Nevada. And these Tall Whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. Well, enough on that for now. My interest is in full disclosure. And my only caveat is, I think probably I would say 95 to 98% full disclosure. I know of one or two things that I'm not sure should be in the public domain, at least yet. They will be someday, I'm sure, but not maybe immediately. But just as children survive the idea of the Tooth Fairy and Santa Claus when they become adult, I think that taxpaying citizens are quite capable of accepting the new and broader reality that we
we live in a cosmos teeming with life of various sorts. The fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling. And is being kept secret by the same vested interests who control our destiny. Who are these vested interests? And what are they up to? Young people everywhere need to be challenged by a noble cause. They need to be involved in arresting global warming, creating a banking system that is just and sustainable, and lead the way in the transformation to the new reality that we have to live in harmony with our celestial neighbors, as well as seeking peace on Earth. In a word, we have to become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the Golden Rule. Felvételt Luis Elizondo 2017-ben szivárogtatta ki, azonban ő előtte is volt valaki, aki feltöltötte az internetre. 2007 elején ez a néma, fekete-fehér felvétel feltöltése került egy felhasználó által egy UFO jelenségekkel foglalkozó fórumra, ami az Above Top Secret nevet viselte. A felhasználó azt állította, hogy a videón egy lekerekített formájú UFO látható, amint elmanőverezik egy vadászgép elől, valahol Mexikó partjainál a 2000-es évek közepén. Azt állította, hogy akkor nyert hozzáférést a videóhoz, amikor egy amerikai repülőhordozón a USS Nimitz-en szolgált, és ekkor csempészte ki a feltehetőleg titkosított anyagot a hajóról. Állítása szerint 4 darab videófelvétel is készült az esetről, amelyek közül 2 jobb minőségű volt, de rövidebb, és volt egy hosszabb videó is, amit sehogy sem tudott lejátszani, pedig állítása szerint több UFO manővert mutatott. Miközben a fórum néhány tagja elhitte a történetét, másokat nem volt ilyen egyszerű meggyőzni, és a gúny és a nevetség tárgyává tették őt. A fórum többsége kitalálmánynak ítélte a videót, akik pedig hittek benne és panaszkodtak, hogy a felvétel csak egy unalmas pöttyöt mutat. A videó legközelebb 2017-ben került elő ismét, 10 évvel később, amikor a New York Times a vezércikkében publikálta. Azonban ezúttal egy titkos katonai programmal hozták összeköttetésbe, az ATIP, más néven Advanced Aerospace Threat Identification Program, és egy szavaihető szemtanú is előlépett és beszélt az eseményről. És habár annó a fórumon azt hitték a videó koholmány, kiderült, hogy teljesen valóságos. A Pentagon elismerte a felvétele hitelességét és nyomozást indított az ügyben. A videó 2004 végén északnyugatra készült Mexikótól, és már több, mint egy tucat katonatiszt számolt be arról a napról, amikor a videó elkészült.
A történések a következően zajlottak le. 2004-ben egy amerikai hadászati csapat, amelyet a USS Nimitz repülőgéphordozó vezetett, gyakorlatokat végzett kb. 100 km-re San Diego-tól délkeletre. Kb. November 10-e táján a radartechnikusok a USS Princeton fedélzetén tanástalanná váltak néhány azonosítatlan radarjelzés miatt, amit a San Clemente szigetek közeléből észleltek. A radarjelek nem hasonlítottak semmilyen ismert repülőgépre, és véletlenszerű időközönként 5-10 fő csapatokban jelentek meg. Azt sejtették, hogy a radarrendszer meghibásodott, így a nemrég frissített USS Princeton Spy One radar antennáit lekapcsolták és újra kalibrálták. Miután ismét bekapcsolták őket, a radarképek csak élesebbé váltak. Az esemény pillanatában a hajón tartózkodott Kevin Day, rangidős vezető, aki szakértője volt a Spy One radarrendszernek és 18 év tapasztalattal rendelkezett. Kevin Day első kézből tapasztalhatta meg, ahogy ezek a furcsa objektumok eleinte kissé fura, majd fizikát meghazudtoló manővereket tettek. A legénység súlyosan magnifikált távcsöveket használt, hogy ezeket az apró pontokat láthassa a távolban, miközben kiszámíthatatlanul mozognak. November 14-én reggel a legénység a Nimitz hajóján előkészületeket tartott, hogy végrehajtsanak egy előre eltervezett gyakorlatot. Ők egyelőre nem voltak informálva arról, hogy milyen jeleket fogott a Princeton radarrendszere. A tenger nyugodt volt és az ég tiszta, mikor a pilóták felszálltak az égbe a Nimitzről. Az egyikük Douglas Kurtz alezredes volt, aki egy egyszemélyes F-18-as vadászgépet vezetett, amikor a Princeton felvette vele a kapcsolatot. Megkérték, hogy járjon utána egy ismeretlen célpontnak, ami dél irányából közeledett. A Princeton azt is tudni akarta, hogy a repülő fel volt-e szerelve fegyverekkel, amire a válasz az volt, hogy nem. Kurtz eljutott a megadott koordinátákhoz, azonban nem fogott semmilyen jelet a szenzorain. Azonban amikor lenézett a vízbe, akkor a figyelmét azonnal felkeltette, hogy egy kör alakú foltban zűrzavaros volt a víz, ami Kurtznek azt az érzést adta, mintha valami elmerülve lenne közvetlen a vízfelszín alatt. A nyílt tengeren, a semmi közepén ez elég furcsa jelenség volt. Kurtzhöz csatlakozott két tandemülésű F-18-as is. Az előjáró vadászgép pilótái David Fravor parancsnok és Alex Dietrich parancsnok voltak. David Fravor közel világhíre tett szert 2019-ben, miután rengeteg alkalommal különböző hírportálokon és tévécsatornákon adott tanúvallomást az élményeiről, amiket 2004-ben élt át. David Fravor állításait és az esemény történésének leírását 2021-ben a vele együtt repülő Alex Dietrich nyíltan alátámasztotta a 60 perc című műsorban. Fravor szavainak a súlyát már csak a kitüntetésének a súlya haladhatja meg. Az elmúlt két évben Fravor központi figurájává vált az UFO témának a szavahihetősége és a Pentagon által is elismert bizonyítékok miatt. Javaslom, hogyha tehetitek, nézzétek végig valamelyik vele vagy velük készült interjút, ahol beszámolnak az eseményekről. A következő események valóságossága nem képzi kérdéstárgyát. Azt, hogy az esemény megtörtént és a benne szereplő jármű jelenlétét, az amerikai katonaság, Pentagon és jelenlévő katonatisztek mind alátámasztják. A képanyag a saját rekonstrukcióm. Az események története röviden az, hogy Kurtzhöz hasonlóan David Fravor is zavargást látott a víz felszínén. Kurtz végül visszakanyarodott a Nimitz felé, azonban Fravor úgy döntött, közelebbről is megnézi, mi történik a vízen. Ahogy közelebb értek, egy fehér, kapszula formájú járművet láttak, ami össze-vissza mozgott a víz felszín felett, közel a zavargáshoz. Az UFO folyamatosan ugyanabban a magasságban repült, azonban hirtelen váltakozó oldalazó mozdulatokat tett. Nagy sebességgel ide-oda repkedett a víz fölött anélkül, hogy látszólag bármi hajtaná. Először azt hitték egy helikopter, azonban látták, hogy nincsenek rotorjai, sőt, teljesen letisztult volt a formája. Fravor egyre közelebb és közelebb ért, mikor hirtelen az UFO átrendezte a tengelyét és elkezdett fölfelé haladni elképesztő sebességgel. Azért, hogy közelebb kerülhessen, Fravor végrehajtott egy végső, agresszív manővert az UFO irányába, mielőtt az UFO hirtelen felgyorsult hiperszónikus sebességre és másodpercek alatt eltűnt.
David Fravor szerint kb. 12-15 méter hosszú lehetett, és úgy nézett ki, mint egy hatalmas tiktak. Mikor lenéztek az óceánra, a zavargásnak nyoma sem volt, és a víz teljesen nyugodt állapotba került. Mikor David Fravor és társa Alex Dietrich visszatértek a Nimitzre, akkor belefutottak egy másik csapatba, akik éppen készültek, hogy felszálljanak. Elmondták nekik, hogy mit láttak, és javasolták, hogy tartsák nyitva a szemüket. A másik csapat egyik tagja Chad Underwood volt, és végül ő volt az, aki a Nimitz eseményt, másnéven a TikTok UFO jelenség videófelvételét készítette. Az ő vadászgépe fel volt szerelve az újonnan elkészült Advanced Targeting Forward Looking Infrared kamerával. Néhány perccel a felszállás után Underwood észlelt valamit a radarján, az ismeretlen célpont pontosan előtte volt, kb. 10-20 km-rel távolabb. A célpont mozgása egyenetlen és kiszámíthatatlan volt, a magasságát és a sebességét folyamatosan változtatta. Underwood szerint az objektum nem viselkedett a normál fizika határain belül. Egy kicsit később Underwoodnak sikerült bemérnie az objektumot az infrared kamerájával, és ekkor született meg a híressé vált felvétel. A felvétel elején láthatunk egy UFO-t, amit infrared kamerával követnek. Underwood aztán látható fényre vált, és a képen egy fókuszon kívüli, lekerekített formájú ábrát látunk. Majd visszavált az infrared kamerára, és váltogatja a különböző zoom mélységeket. Nem sok történik a videó végéig, ahol is az UFO eltűnik a képernyő bal oldalának irányába. Előkerült 2020 közepén egy másik szemtanú is, aki úgy szintén a USS Nimitzen szolgált, és megosztotta az élményét, amelyet az egyik éjszaka a fedélzeten élt át. A szemtanú neve Omar Lara, aki egy üzemanyag rendszerkezelő volt a hajón. So we ended up on the fantail, starboard side, looking towards out to the vast oceans, a beautiful panoramic view. And out of nowhere, this object drops out from the sky. At incredible speed, just plants itself right above the ocean. The object itself was this white, luminescent object. This thing did not stop or slow down up until maybe 100 feet above the waterline, and it stopped on a dime. Then it zipped off to our right at incredible speed with no sonic boom. Speed and the maneuverability of this object is nothing that I've ever seen in my 10 years in the United States Navy. A Nimitz legénységének tagjai arról számoltak be, hogy heteken keresztül tartott a jelenség, ahol megjelennek ezek a járművek, és a hajóik közelében köröznek, vagy esetenként hosszabb, rövidebb ideig csak lebegnek. November 14-én este az összes felvétel és adat állítólag törölve lett. Szemtanúk szerint két férfi érkezett helikopterrel látogatóba, akik összegyűjtötték az összes releváns adatot, mielőtt elrendelték volna, hogy az összes felvétel és hard drive tisztára legyen törölve. A legénység a USS Nimitz és USS Princeton fedélzetéről is megerősítették ennek a látogatásnak a tényét, és azt állították, hogy sosem került ilyesmire korábban sor. Azonban itt még nem ér véget a történet. Sean Cahill, aki korábban a USS Princeton főtábornoka volt, is megszólalt nemrégiben publikusan. The chief master at arms on board the USS Princeton, and the technology that we witnessed with the Tic Tac was something that we would not have been able to defend our forces against at the time. Help me understand that. As the uninitiated, what does that mean to us? Well, sir, that means that what we saw in the Tic Tac and what Mr. Luis Elizondo describes as the five observables indicate a technology that outstrips our arsenal by at least 100 to 1,000 years at the moment. 100 to 1,000 years. So, meaning, like, what kind of technology was at play that you were able to identify it but know that you can't match it? Well, first of all, the aircraft had zero control surfaces. It had no means of propulsion that we could detect. It moved at hypersonic velocities, and it preceded the pilots to their cap point, so it seemed to have some knowledge of where the pilots were headed ahead of time, and we don't possess those abilities to do that in our arsenal at the moment.
Nos, röviden néhány dolgot kicsit érthetőbbé szeretnénk tenni Sean Cahill tanúvallomásából. A Cap Point egy légi találkahely, amelyet ebben az esetben egy tárgyalószobában a Nimitzen beszélt meg csupán egy maroknyi ember, mielőtt a hadgyakorlat kezdetét vette volna. A Cap Point 100 km-rel arrébb volt, mint ahol David Fravorról eltűnt az UFO jármű. Paranormális jelenségnek tekinthető annak a ténye, hogy csupán néhány ember tudott róla, mégis a TikTok ott várt rájuk, miután instant módon elillant Fravorról, az csak bónusz, hogy ehhez csupán néhány pillanatra volt szüksége. A Védelmi Minisztérium néhány tagja, illetve a vadászpilóták közül is azt a véleményt formálták, hogy a TikTok vagy szivar formájú jármű effektíven gúnytűzött belőlük és a legfelsőbb szintű katonai technológiájukból, és azt az üzenetet akarta átadni, hogy tudom honnan jöttök és hová tartotok, és a technológiátoknak esélye sincs az enyém ellen. Az alábbiak pedig az öt megfigyelhetők, vagyis 5 observables. Hirtelen, azonnali gyorsulás. Hiperszónikus sebességek bármilyen észrevehető meghajtás nélkül. Alacsony megfigyelhetőség. Transmédium utazás. Tehát probléma nélkül mozognak nagy sebességgel az űrből a légkörbe, illetve a légkörből a vízbe. Valamilyen gravitáció szabályozó technológia. A program neve ATIP, vagyis Advanced Aerospace Threat Identification Program. Egy nem titkosított, azonban nem is publikus kutatóprogram, amit az Egyesült Államok pénzelt, hogy tanulmányozzák az UFO jelenségeket és adatokat gyűjtsenek róluk. A programot az akkori szenátusi többségi vezető Harry Reid, a barátja Robert Bigelow nevadé milliárdos és kormányzati kivitelező ösztönzésére, valamint más szenátorok támogatása által hozta létre. Az ATIP nevezetű program először 2017. december 16-án vált ismerté, amikor a New York Times vezércikket közölt róla, habár a program 2007-ben indult 22 millió dolláros finanszírozásból, és 2012-ben zárult le. A program az amerikai védelmi hírszerző ügynökségben lett elindítva. A program nem volt titkosítva, azonban nem is tették publikussá. Az ATIP program vezetője Luis Elizondo volt. Luis Elizondo egy korábbi Egyesült Államok hadseregénél szolgáló hírszerzés elhárító speciális ügynök volt, aki később a Nemzetvédelmi Minisztérium tagjává vált, valamint a Védelmi Hírszerző Ügynökség beosztottja lett, ami az Egyesült Államok legfontosabb hírszerző szervezete, ami a legtöbb beosztottal és legnagyobb költségvetéssel rendelkezik. A posztjáról 2017-ben mondott le, mikor publikussá tette a három UFO videót, amik a New York Times vezércikkében jelentek meg, és amiknek a hitelességét a Pentagon is elismerte. A három videó az amerikai Egyesült Államok tengeri haderejének a repülőgép hordozóin rögzítették. A USS Nimitz és a USS Theodore Roosevelt nevű hajókon készült felvételek a Pentagon UFO videói címmel váltak ismerté. Lemondása után 2017-ben csatlakozott a To The Stars nevű céghez, ami az UFO jelenségeket szándékozik a nyilvánosság elé tárni. Luis Elizondo 2021-ben is aktívan dolgozik azon, hogy az emberekhez eljuthatassa a tényt, hogy az UFO-k valósak, és jelen vannak a Földön már nagyon régóta. Ő az egyik fő eleme az UFO mozgalom előrehaladásának, és rengeteg olyan témáról beszélt publikusan, amiket eddig csak a science fiction könyvekben vagy filmekben hallottunk.
A témák között nem csak a földön kívüliekről és különböző fajaikról van szó, és a különböző járműveikről, mint például amiket korábban itt is láthatatok, hanem olyan témákban is publikusan megnyilvánult, mint például telepatikus kommunikáció, vagy a negyedik dimenzió és feltehetőleg onnan származó lények, illetve a tudat és az összefüggése a kvantumfizikával, valamint pszichotronikus fegyverek, vagy anomáliák a téridő konstrukcióban. Stb. Stb. Néhány dologról röviden a dokumentumfilm végén beszélek majd, azonban már itt is megjegyzem, hogy Luis Elizondo habár hozzáfért, sőt, felügyelt szuper titkos katonai projekteket és kutatásokat, egy NDA alatt áll, ami megakadályozza, hogy teljes mértékben megoszta az információkat, amikkel rendelkezik, illetve bizonyítékokat sem szolgáltathat róluk. Ezeket a témákat nagyrészt a livestream csatornámon fogom a jövőben taglalni, mert itt nem akarok eltérni a földön kívüli témáról, de kitérek röviden a dokumentumfilm végén néhány érdekesség, és elgondolkodható dologra. Az amerikai védelmi minisztérium szerint az ATIP 2012-ben lezárult, azonban a New York Times cikkéből kiszivárogtak információk arról, hogy az amerikai állami erőfeszítések, hogy kutassák a földön kívülieket folytatódtak, és egy másik program lett létrehozva, amiben tovább kutatták az UFO jelenségeket. Ezt az információt 2020. júliusában az Amerikai Egyesült Államok elismerte, és felfedték a program nevét. A program neve Unidentified Aerial Phenomenon Task Force. A programról részletes leírást adta 2020. júniusában az Amerikai Egyesült Államok szenátusa előtt. A júniusi szenátori meghallgatás után Marco Rubio szenátor kérvényezte az amerikai tengeri haderő által készített videófelvételeket az azonosítatlan repülőjárművekről, beleértve a Pentagon UFO videóit is. Amikor a nyilvánosság elé került az ATIP, akkor Harry Reid büszkeségét fejezte ki a program és az abban elért eredmények miatt. Idézett Harry Reid-től. Azt gondolom, ez egy jó dolog volt, amit a kongresszusi időszakom alatt megléptem. Egy olyan dolgot tettem, amit előttem korábban senki. Érdekelt a tudomány, és az, hogy segítsek az amerikai nyilvánosságnak megmagyarázni, hogy mi a fene folyik itt. Több száz papírt tettünk elérhetővé, mióta a program lezárult, és a nagy részük kb. 80% publikus. Azt akartam, hogy publikusak legyenek, és azok is lettek, de ti rájuk sem bagóztatok. Harry Reid azt állította, hogy az ATIP rengeteg előrelépést tett az UFO jelenség megmagyarázásában, és rengeteg rendkívül érzékeny megállapítás technológiai előrelépéseket fog eredményezni. Az Area 51 nevezetű amerikai légierőbázis Nevadában található, ami Harry Reid állami székhelye. Miután az 1970-es években ismét fellángolt az érdeklődés a lezuhant meteorológiai léggömb esetében, amit az 1947-es Roswell UFO incidensként emlegetnek, az Area 51 lett az UFO szakértők által a legvalószínűbb helyszínként kitűzve, ahova az Egyesült Államok a lezuhant járművet szállította és tárolta, hogy tanulmányozhassák. 2019 áprilisában az amerikai tengeri haderő elismerte, hogy új irányelveket fogalmasított meg a pilótái és más személyzet számára, hogy jelentsék az azonosítatlan repülőgép jelenségekről szóló történeteik. Ez a lépés a stigma leküzdését próbálja elősegíteni. Elizondo azt nyilatkozta a The Washington Post számára, hogy ez volt a legkiválóbb döntése a tengeri haderőnek az elmúlt évtizedekben. So I have to be very careful. The question was posed to me. Do I believe that the U.S. government is in possession of exotic material and whatnot? And my answer is yes. And until the government decides to be more transparent, I really can't elaborate on that. Other than that, when you let me give you a hypothetical. When you find a piece of something. There's really three layers of analysis you can conduct. You can conduct the physical analysis, looking at electric conductivity, the shape, the size, the weight, Then you do a chemical or molecular analysis to look at the way the molecules are arranged and determine, the characteristics of something at the molecular level. And then you have atomic or nano level research where you're looking at the individual construct of the atoms and how they are arranged at the very, very small level, isotopic ratios and things like that. And when you see something, a piece of material that's been clearly engineered, meaning there's some sort of intelligence to put things together. And at the nano level, there are some peculiarities that fall outside the normal range of what you might consider, let's say, nickel or aluminum or magnesium or bismuth, then you have to say, okay, who created it and how?
2020. június 24-én az Információs Tanács megszavazta, hogy elvártátegyék, hogy az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Osztálya és információs közössége publikusan nyomon kövessék és analizálják az adatokat, amiket az azonosítatlan repülőjárművekről gyűjtenek. A jelentés az erre kijelölt munkacsoporttól az Információs Tanács asztalára kell kerüljön 180 napon belül. 2021-ben újabb felvételek szivárogtak ki, ahol az amerikai katonaság UFO-kkal találkozik. Ezen a felvételen az amerikai tengeri haderő piramis alakú UFO-kat rögzít videón. A videó elég pixeles és éjszaka rögzítették, szóval az eseményről készítettem egy rövid rekonstrukciót. Getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky. This night vision video purportedly shows three pyramid-shaped UFOs flying over the USS Russell off the coast of California in July of 2019. At one point, these UFOs reportedly hovered just 700 feet above the tail of the Navy destroyer, making, quote, extraordinary maneuvers. Now, Korbel says the unclassified video is part of a classified government report intended to educate officials about unidentified crafts flying over restricted airspace. These cell phone photos, taken by a FA-18 pilot in March of 2019, show three different unidentified aircrafts off the coast of Oceania, including two UFOs dubbed the Metallic Blimp and another called the Sphere. A Department of Defense spokesperson said, quote, I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The Unidentified Aerial Phenomena Task Force has included these incidents in their ongoing examinations. However, the Pentagon was unwilling to confirm these three photos, which Korbel says came from the USS Omaha, showing a UFO diving into the ocean and disappearing. Took off, booking it. Break Omaha, pick me kid, Rocco Peralta, passability to launch Hilo ASAP. Splashing is bearing rain. Sure. Got 2 minutes, 3 knots. Keep going, bro. Let's go down. Make a chance, we could probably bring about 35 relatives. Would be a fuck up, huh? Sir. Yeah, I bring it down. We got some, a lot of white water out there, some 6 foot swells. Whoa, it's getting close. Yeah, we have 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. What was splashed? Splashed. Mark bearing a range. Video of an unidentified flying object off the coast of California has conspiracy theorists buzzing after the Pentagon confirmed it was filmed by a US Navy sailor. Yeah, believed to be shot in 2019, the footage shows a mysterious shape moving across the sky before plunging into the water. No signs of a wreckage were found. A felvételek Jeremy Korbel közreműködésével láttak napvilágot. A 2021-es videókat Jeremy Korbel UFO-kutató szivárogtatta ki, aki különböző titkos katonai forrásokból jutott a felvételekhez. A hajó közelében történt incidensekről mobil felvétel, field videó, radar és szemtanúvallomás is van, amiket a Pentagon minden ismert. Jeremy Korbel posztolt egy 46 másodperces klippet a Twitterre, amiről azt állította, hogy a USS Omaha-n készült 2019. július 15-én. A videó felvétel a radarképekről egy újabb bizonyítéka a lezajlott eseménysorozatnak. Összesen 14 azonosítatlan objektum repkedett a hadi hajó körül. OD, if you can write a general lat long where we're at, yes, sir. And then the number of contacts you got, get the course and speed meters off. Yep. You know what I mean? And roll to position to us, make bearings, might be helpful too. Eyes up. Eyes down. Okay.
Egy ponton a haderő személyzetének egy tagja azt mondja, szent ég, gyorsan mozognak. Majd utalásokat tesz arra, hogy a járművek manőverei nem átlagos jelenségek. Az esetről mobil felvételt is készített a személyzet egyik tagja, amely habár nem túl részletes, a világító, villogó fények jól látszanak, amelyek oly sok UFO incidens során is megfigyelhetőek. Azonban annak van igazán nagy jelentősége, hogy a felvétel bizonyítja, hogy amiket a korábbi felvételeken láttunk, nem radarhibák vagy bármi hasonló, hanem jelen vannak fizikálisan a térben is. Essentially, what you're seeing is beyond next generation technology. You're seeing technology that far outmaneuvers and outpaces anything we have in our military arsenals. This is a concern from national security. Look, we can no longer deny. UFOs are real. There is a UFO presence on planet Earth, and it's homogenous around the globe. In your country, in my country, it's time to tell the truth about UFOs. Mm-hmm. They're unidentified. We don't know what they are yet. But we gotta find out. Bombaként érkező UFO jelentés. A Daily Wire lehozott egy cikket, majd több műsorban is megjelent Ryan Graves tanúvallomása, miszerint az amerikai hadsereg szinte minden nap találkozik olyan UFO-kkal, amelyek bőven meghaladják a technológiai képességeik. Ryan Graves hadnagy, korábbi tengerészeti vadászpilóta azt állítja, hogy a katonaság azonosítatlan repülőjelenségekkel találkozott a keleti partoknál szinte minden egyes nap, legalább néhány éven keresztül, és ő a saját szemével is látott nehezen megmagyarázható dolgokat. Graves azt állítja, időről időre fantomnyomokat láthatsz a radarokon, amik olyanok, mintha lenne ott valami, de közben mégsem. Ők eleinte azt gondolták, csupán erről a jelenségről van szó, egészen addig, amíg nem látták őket fizikálisan, a valóságban is, a saját szemükkel. Graves állítása szerint villanó fényeket láttak, és bármerre jártak, ezek a fények is a közelükben voltak. Nem tudta megállapítani, hogy a fények már jelen voltak, amikor ide vagy oda repültek az óceán fölött, vagy pedig ezek a fények követték őket. Ryan Graves azt is kijelentette, hogy 2015-re ezek a bizarr fények jelen voltak már szinte minden egyes alkalommal, amikor a pilótáik repültek. Graves hadnagy szerint az egy dolog, ha egy valaki lát valamit, akkor talán csak őrült. De mikor minden egyes pilóta, beleértve magát is, szinte minden egyes nap látja ezeket a jelenségeket, az már teljesen más. Eleinte azt gondolták, hogy talán csak valamilyen drón technológiát tesztelnek a közelükben, és ezeket a járműveket látják, azonban történt egy eset, ahol egy azonosítatlan objektum berepült két vadászgép közé 40 méteres távolságban. Az objektum egy kocka formájú valami volt, ami egy gömbben helyezkedett el repülés közben. Graves véleménye az objektumokról, hogy szerinte a legnagyobb valószínűséggel ezek egy fenyegetés megfigyelő program részei. Azt már tudjuk, hogy az amerikai és sok más katonaságnak vannak felvételeik az UFO-król. A morzsák morzsáinak egy apró részét láthattuk is már, de mi a helyzet a civilekkel, a normál emberekkel, mint mi? Vannak emberek, akik felvetik, hogy ha vannak UFO-k, akkor miért nincsenek róluk manapság szuper jó minőségi felvételek vagy képek? Hiszen manapság már mindenkinél van mobiltelefon, amivel lehet képeket és felvételt is készíteni. Felvetik azt is, hogy a legtöbb UFO felvétel régi, főleg azok, amik jobb minőségűek és részletesebbek, és ezek az emberek elvárnák, hogy a mai technológiával kristálytiszta, 4K felbontású felvételeket lássanak földön kívüli járművekről. Nos, a felvetés egyrészt azért hibás, mert igenis vannak jó minőségű képek és felvételek is, mint ahogyan azt hamarosan látni fogjátok. Másrészt pedig azért hibás, mert nem úgy működik a technológia, mint gondolnák. A mobiltelefonok kamerái arra vannak, hogy selfie-ket csinálhass, vagy legfeljebb egy kisebb távolságból felvételt készíts a barátaidról, a macskádról, esetleg az ebédedről. A régi BMW 35 mm-es film elképesztően magas felbontású volt a megfelelő sebességgel, tehát ISO-val. A mobiltelefonok rengeteget fejlődtek, de apró optikájuk és szenzoraik vannak. Plusz, az apró optikák miatt csupán digitális zoomot kapsz, ami nem javítja a kép részletességét, csak felszkéleli a képet. Egy régi filmkamera egy telefotóval vagy zoomlencsével sokkal több részletet képes megörökíteni nagy távolságból.
Arról pedig, hogy miért nem készülnek felvételek test közelből az UFO-król, azt gondolom, hogy részben azért, mert extrém ritka lehet, hogy ilyen közelségbe kerüljenek. Illetve van egy másik teóriám is, amit hamarosan prezentálok. De egyébként, ami azt jelenti, vannak manapság már olyan kamerák, amik ha bár méreg drágák, de rendkívül nagy távolságban is képesek elképesztő részletességet rögzíteni, mint ahogyan látni fogjátok. De kérdéses, hogy egyébként hányan sétálgatnak ilyen eszközökkel kartávolságban maguktól, hogy amikor éppen egy UFO jelenséget élnek át, azt rögzíteni kezdhessék. Illetve kérdéses az is, hogy éppen van is náluk ilyen képességekkel rendelkező kamera, egyáltalán használni kezdik-e. Nekem a saját élményemkor, amire azt gondolom, hogy UFO jelenség lehetett, eszembe se jutott volna, hogy elkezdjek kamerázni. Sőt, le se tudtam volna venni a szemem az objektumról, amit láttam, azaz csupán néhány másodperc alatt, amíg a jelenség tartott. És maga az egész annyira mélyreható volt, hogy utólag még véletlenül sem okolnám magam, hogy miért nem próbáltam kamerázni. Viszont így is úgy is elképesztő mennyiségű videó származik civilektől, azonban ezeknek a valóság hűsége általában megkérdőjelezhető. Azonban egy kis részük abszolút megmagyarázhatatlan. Kiválogattam nektek néhány olyan felvételt, amik alapos analízis után vagy teljesen megmagyarázhatatlanok, vagy csupán tippeni tudnak az emberek, mit is láthatunk a felvételen. Bebizonyítani nem. És olyan felvételeket is látni fogtok, amiket az UFO jelenség kutatásával foglalkozik. Azok közösség tagjai abszolút autentikusnak ítélnek meg. I want you to explain that to me, Dr. Spock. There it is. Now what is that? It keeps saying take us to your leader. I don't know. Flying so fast.
It's moving really weird. It's like spinning, and it's got like another disc inside of it that's spinning. It's going to the clubhouse, dude. Yeah, it's going. It's literally going to the ground. I'm getting this all on camera. Yeah, look at it spinning. Dude, what the fuck is this thing? Oh, there it is. Look, look at the shape of it. Oh, look. Let's see if it comes down. No, it's there. It's there. Look at it. Above the clouds. They can't. That's way the hell over the ocean. Be out of contact. Shit, I need my binoculars. Here, but there's, it's like a, I don't know. Oh, wait. Can it start going dim? Can it start going out? Now it's out. Analysis reveals that the objects are not balloons, nor any kind of known aircraft. The images are very different from those produced by any kind of birds at any distance. The shape, brightness, speed, rectilinear path, steady motion, and separation rule out various forms of optical atmospheric mirages or cloud reflections. Comprehensive analysis has eliminated meteors and other known natural phenomena. The possibility of airplane reflection has been carefully studied and ruled out.
Oh, we got closer to it, dude. Yeah, we did. Oh, what's that other light on top of it? Oh, what the freak is that other light on top of it? Oh, oh no, no, no! Go, go, go! Over there, those more lights. Tudom, könnyű azt állítani, hogy egy-egy felvételen csak léggömböket, vagy drónokat látunk, vagy a felvétel valahogy manipulálva van. Manapság már elképesztő szinteken tart a drón technológia, és elég gyakran azt is hiszik az emberek, hogy UFO-t látnak, azonban csak egy drón kerül a látóterükbe. Mint említettem, ezek a felvételek mind analizálva lettek olyan személyek által, akik képkockáról képkockára átvizsgálták őket, és próbálták bebizonyítani, hogy amit látunk, valahogyan megmagyarázható. Mert hogy az UFO jelenség kutatásával foglalkozó közösség tagjai sosem azt próbálják bebizonyítani egy felvételről, hogy azon UFO látható, hanem pont az ellenkezőjét. Hogy amit látunk, az nem lehet UFO. Esetleg drónok, légköri jelenség, léggömbök, meteorok, valamilyen videomanipuláció, stb. Stb. Az emberek 1000 és 1000 felvételt töltenek fel az internetre, és 1000-ből 998 videóról könnyebben vagy nehezebben, de megállapítható, hogy valamilyen megmagyarázható jelenségnek vagyunk szemtanúi. Azonban időről időre előkerülnek olyan videók, amiket bármennyien, bármeddig és bárhogyan analizálnak, egyszerűen megmagyarázhatatlanok. És ezek után a nézőn áll, hogy elfogadja, hogy amit látunk, az feltehetőleg valóban egy UFO. Én nem állítom, hogy garantáltan az összes felvételen földön kívüli járműveket láthatunk, hiszen ezt nem garantálhatnám. Azonban egy fontos tényt ne felejtsetek el. Ha ezek közül az alaposan átvizsgált felvételek közül akár csak egyről is el lenne hivatalosan ismerve, hogy UFO-t láthatunk rajta, akkor az már bebizonyítaná, hogy az UFO-k léteznek. És valóban itt vannak ezek a járművek a földön. És ez az emberiség történelmében az egyik legfontosabb felfedezés lenne. Van, aki félváról veszi az UFO témát, de annak a ténye, hogy más, fejlett, tudattal rendelkező intelligens organizmusok is léteznek rajtunk kívül, amelyek feltehetőleg nem a Földről származnak, na ez kolosszális. Azonban erre az elismerésre már nincsen szükség. Hiszen mikor letelt a 180 napos határidő, amelyet a UAPTF kapott az amerikai szenátustól június 25-én, akkor ebben a hivatalos dokumentumban elismerték, hogy az UFO-k valóságosak, fizikálisak és valóban itt repkednek a Földön. A dokumentum publikus verziója 9 oldalas lett, azonban már bizonyosan tudjuk, hogy a szenátus által kapott dokumentum több mint 70 oldalas, és tartalmaz videófelvételeket és képeket is. Ezt a nem publikus verziót a Black Vault jelenleg is próbálja egy Freedom of Information Act keretén belül publikussá tenni. Így hát biztosak lehetünk benne, hogy a jelentés teljes terjedelmében csak idő kérdése, hogy napvilágot lásson. A Black Vault-ot John Greenwald hozta létre, akinek a websájtján rengeteg érdekes információt találhattok. Illetve tudni lehet már azt is, hogy néhány hónapon belül újabb jelentést tesz majd az azonosítatlan légijelenség munkacsoport, tehát a UAPTF. Ezekről a fejleményekről a stream csatornámon, illetve a social media fiókjaimon tájékoztatlak majd benneteket. Ne feledjétek, manapság már nem UFO-nak, hanem UAP-nek nevezik ezeket a jelenségeket azért, hogy megszabaduljanak a stigmától, ami az UFO kifejezésre tapadt.
Én ennek ellenére az UFO kifejezést használom majd, hogy könnyebben érthető legyen az egész. Kiválogattam a fontosabb részleteket a publikus jelentésből, és miközben idézem ezeket nektek, a háttérben látni fogjátok magát a jelentést. És ha akarjátok, meg tudjátok állítani a videót és elolvasni teljes terjedelmében. A jelentés fontosabb megállapításai a következőek. A limitált számú magas minőségű bejelentés az azonosítatlan légi jelenségekről gátolja a képességünk, hogy határozott konklúziókat hozzunk az UFO-k természetéről vagy szándékaikról. 144 bejelentés származott az amerikai kormány forrásaitól. Ezek közül 80 bejelentés olyan megfigyelést tartalmazott, amelyek több szenzorral is rögzítve lettek. Ez alatt például különböző radarképeket és különböző felvételeket, fegyverrendszereket és eszközöket értenek. Jelenleg nincs elegendő információ az adatkészletünkben ahhoz, hogy az adott incidensekhez konkrét magyarázatot szolgáltassunk. 18 incidens során, amelyet 21 jelentésben írtak le, a megfigyelők azt jelentették, hogy az UFO-knak rendkívüli mozgásmintázatuk és repülési karakterisztikáik voltak. Néhány UFO az erős szél ellenére is mozdulatlan maradt, a széllel szemben mozgott, hirtelen manővereket tett, vagy hatalmas sebességekkel mozgott anélkül, hogy bármilyen hajtóerő észlelhető lett volna. Egy kis számú esetben a katonai repülőgépek rendszerei rádiófrekvenciás energiát érzékeltek az UFO jelenség során. Az UFO-k egyértelműen repülésbiztonsági problémát vetnek fel, és az amerikai nemzetbiztonság számára is kihívást jelenthetnek. A UAPTF 11 jelentéssel rendelkezik, amelyek olyan dokumentált esetek, ahol a pilóták majdnem összeütköztek egy UFO-val. A nagy része az UFO adatoknak az amerikai tengerészet bejelentéséből származik, de már erőfeszítések folynak, hogy szabványosítva legyen az UFO incidensek jelentése az egész amerikai katonaságban és kormányzati hivatalokban. A kutatás és fejlesztés további finanszírozása elősegítheti az ebben a jelentésben meghatározott témák jövőbeni tanulmányozását. A jelentés röviden úgy foglalható össze, hogy nincs elég adatunk egyelőre, hogy megállapítsuk, mik is ezek a járművek és mik is a szándékaik, de néhányuk nagyon furán repül és több pénz kell, hogy tovább nyomozhassunk. Let's come back to the point, the most important point, Major Kiva. And that is why will the Air Force, why will the United States government withhold information from United States citizens. For what reason? Because they're treating them like children, the way they did with the H-bomb at first, and the way they were doing with, they've been doing with other things. Now, I'm not attacking the United States Air Force. I'm attacking a small group in there that has been persistently keeping this from the public. A jelentés érdekessége, hogy habár elismeri az UFO-k létezését és kitér bizonyos részletekre, mint említettem, maga a jelentés csak 9 oldalas, miközben tudjuk, hogy a teljes dokumentum, amit a szenátus kapott, több mint 70, és képeket és videófelvételeket is tartalmaz. Tehát az amerikai kormány végre nyilvánosságra hoz dolgokat az UFO-król, ahelyett, hogy tagadna vagy hazugságokat találna ki, hogy leplezze a létüket, azonban az információ továbbra is csak cseppenként érkezik. Illetve azt állítják, hogy a dokumentum titkosított része is ugyanazokat a konklúziókat tartalmazza, mint ez a 9 oldal. De akkor miért van a dokumentum nagy része titkosítva? Talán azért, mert nem akarnak információkat kiadni a fegyverrendszereikről, amikkel bizonyos incidenseket rögzítettek? Én úgy gondolom, hogy bármi is legyen, emberi jogunk tudni, hogy mi a fene folyik itt, és mi történik a valóságban, vagy életben, vagy nevezzük bárhogy. Ez egyébként a fő oka annak, hogy én ezt a dokumentumfilmet elkészítettem. Azt gondolom, hogy jogotok van tudni, hogy mi is történik körülöttünk. A kikerült információkból és az információkból, amiket összegyűjtöttem, már így is elég nyilvánvaló, hogy jóval komplexebb ez a tér, amiben jelen vagyunk annál, mint amit érzékelünk és látunk, és közel sem annyit fogunk fel az egész életből, mint amennyit lehetne. De ezekről majd kicsit később. Az, hogy miért engedik, hogy ezek a tények az UFO-król végre nyilvánossá váljanak, és miért van az, hogy még mindig csak cseppenként engedik ki az információt, spekuláció tárgya.
Érdekes az is, hogy tudjuk jól, hogy több mint 70 éve kutatják az UFO jelenséget, ez a vizsgálat azonban csak az elmúlt 17 év történését vizsgálta. Érdemes elgondolkozni azonban azon is, hogy ez idő alatt 144 incidens történt, amelyek nagy része csak az amerikai tengerészettől származott, és a többségük csupán az elmúlt két évből, miután 2019-ben rendszeresítették, hogy a tengerészet jelentse az UFO jelenségeket. Ha ezt is számba vesszük, akkor látszik, hogy a tengerészet néhány naponta él át UFO jelenségeket átlagosan. Azt gondolom, hogyha a légierőnél és más katonai szerveknél is rendszeresítenék az UFO jelentéseket, akkor látszana, hogy konkrétan napi szinten találkozik a katonaság UFO-kkal. Ezt a légierőtől Ryan Graves tanúvallomása is alátámasztja. Tehát megállapítható, hogy az UFO-k nem vendégségbe járnak ide néha napján, hanem folyamatosan itt vannak. Azt gondolom sejthető, hogy valójában mennyivel nagyobb mértékben történnek itt a dolgok, mint a legtöbb ember eddig realizálta. A jelentés publikálása után rengeteg spekuláció kezdődött arról, hogy valójában mi mindent tud az amerikai kormány és katonaság. Van, aki azt gondolja, hogy azok, akik eddig a gyeplőt tartották az UFO témában, annyira titokban csinálták a dolgaik, és annyira el vannak különülve a hivatalos szervektől, hogy a mostani vizsgálóbizottság és kormányzati képviselők valóban nem tudnak a történtekről, amik az elmúlt évtizedekben zajlottak le, és valóban csak ennyi információjuk van. De olyan is van, aki azt gondolja, hogy nem akarnak szembenézni az emberek haragjával, amiért 70 évig félrevezették őket. És vannak, akik azt gondolják, hogy a valóság, ami kiderülne a teljes nyilvánosságra hozásból, olyan mértékű változást eredményezne az emberek életében, amire sokan még nem állnak készen. Everyone acts like they know everything. We know something, and there's no such thing as knowing. There's no knowing anything. Thank you. Arra legalábbis biztos nem, hogy egyszerre tudjanak meg mindent. No, it's a flat earth. A spekulációk arról, hogy mik lehettek ezek a bizonyos rádiófrekvenciás energiák, elég megoszlóak. Van, aki azt gondolja, kommunikálni próbáltak a földön kívüliek, van, aki szerint viszont teljesen más áll a háttérben, például, hogy a járművek távolról vannak irányítva, vagy az, hogy rádióhullámok működtetik őket. A jelentésben nincs elegendő információ ahhoz, hogy ezt illetően bármit is megállapítsunk a jelenség jelenlétén kívül. Jelentések vannak azonban arról is, hogy az UFO-k jemmelték, tehát zavarták a vadászgépek különböző rendszereit, és arról is, hogy az UFO-k álcázni próbálták a pozíciójuk és jelenlétük. Ami elég érdekes azt tekintve, hogy sok esetben eléggé úgy tűnik, mint a direkt mutogatnák magukat. Ez a személyes spekulációm, szóval erre ne alapoz semmit. De szerintem talán azért álcázzák magukat bizonyos esetekben, mert megfigyelik a katonaságot és a tevékenységeik, és kíváncsiak, hogyan viselkedik és miket csinál a katonaság, mikor azt gondolják, senki sem figyeli őket. Mint ahogyan Ryan Graves is tippelt, talán egy veszélymegfigyelő program részeik. Máskor pedig, amikor direkt engedik, hogy lássuk őket, sőt, felhívják magukra a figyelmet, akkor pedig valamiért tudatni akarják velünk azt, hogy itt vannak, vagy pedig azt, hogy léteznek. A dokumentum kitér arra is, hogy habár fizikai objektumokról van szó, a technológiák, amiket látunk, nem lehetnek titkos katonai projektek részei, és egyébként esélytelen az is, hogy más országoké legyen, elég ha belegondolunk, milyen régóta vannak bejelentések UFO-król. A legelső hivatalos jelentések a II. Világháború során a katonáktól érkeztek, és Foo Fighters néven híresültek el, majd kicsivel később érkezett Kenneth Arnold tanúvallomása. A 9 oldalas dokumentum elég nagy visszhangot generált, és elég volt ahhoz, hogy végre egyre több ember vegye komolyan az UFO témát. And it basically says, we know there are things in the sky that we can't identify, and therefore they are unknown, and they exist. De ettől függetlenül nem beszél az egész világ erről folyamatosan, nem központi téma minden hírcsatornán, vagy bármi hasonló, ami azt gondolom elvárható lenne egy olyan témában, ami az emberi történelem legnagyobb felfedezése. Vannak mások is rajtunk kívül. Hogy az űrből jönnek, vagy az óceánokból, vagy egy másik dimenzióból, az egyelőre kérdéses. De haló, vannak mások is, akik elég intelligensek ahhoz, hogy a mi technológiánkat 1000 évvel is meghaladó járművekkel repkedjenek. Elég érdekesnek tartom, hogy sok embernek ez mennyire nem egy nagy dolog, de gondolom manapság az internet és maga a média úgy edzette az embereket, hogy szinte minden lepattanjon, és csak az lenne megrendítő, ha egy űrhajó 3 méterre leszállna az orruk előtt.
Illetve gondolom sokan csak akkor eszmélnének fel, ha ezek a történések valahogyan direkt módon változást hoznának az életükbe. És én azt gondolom, hogy fognak is. De erről majd egy kicsit később beszélünk. Ami azt illeti, a UAPTF jelentés előtt is voltak hivatalos jelentések, amelyek megjelentek az UFO jelenséggel kapcsolatosan. Azonban az emberek a stigmának és előítéleteknek köszönhetően képtelenek voltak őket komolyan venni, bármennyire is voltak alátámaszva, hogy hivatalosak. Például a 9000 kanadai UFO dokumentum, amely 2018-ban jelent meg a nyilvánosság előtt, vagy az Egyesült Királyság nyilvánosságra hozott jelentése 2012-ből. Vagy esetleg a francia jelentés, amely a NERCAP-től származott 2012-ben, és amelyben már egyébként ismerős részleteket figyelhetünk meg. Sajnos ebben a dokumentumfilmben nincs elegendő idő, hogy kivesézzük mindegyik jelentést és az összes részletét, de néhány érdekességet megemlítenék, miközben a jelentések néhány oldalát a képernyőn láthatjátok. A NERCAP jelentés során vizsgált 600 esetből 443 esetben az UFO-t fizikális objektumként jellemezték a szemtanúk, amelynek 42%-a köralakú volt. 162 esetben a vizuális megfigyelés mellett az érzékelést alátámasztott a földi vagy légiradar rendszer. 78 esetben az UFO ütközési pályán közelítette meg a repülőgépet, illetve 59 esetben az UFO körözött a repülőgép körül, vagy közel manőverezett a repülőgéphez. 81 esetben a pilóták elektromágneses hatásokat érzékeltek. A rádió és irányrendszeri voltak a repülőgépeknek a leginkább érintettek. A jelentés szerint talán azért, mert a privát repülőgépek rendszerei kevésbé védettek a mágneses, illetve a rádiófrekvenciás interferenciáknak, azonban a UAPTF jelentésből tudjuk, hogy ezeket a jelenségeket katonai repülőgépek is észlelték. A jelentésben egyébként arról is tesznek említést, hogy 4 esetben katonai repülőgépek fegyverrendszerei átmenetileg működésképtelenné váltak, amikor becélozták az UFO-t. De elképesztő információkat és részleteket olvashatunk az ausztráliai jelentésben is, amelyről 2008-ban került le a titkosítás és lett nyilvánosságra hozható. Az ausztrálok szoros együttműködésben dolgoztak az amerikaiakkal a szövetségüknek köszönhetően, és rajtuk is tartották a szemüket. Dióhéjban a jelentésből az alábbi információk tudhatóak meg. Az amerikai Egyesült Államok 1947 óta nyomoz szervezetten az UFO jelenségek után. Csupán egy hónap nyomozás után megszületett a következtetés, hogy a jelenség valós, és eredetileg azt feltételezték, hogy valahogyan a Szovjetunió áll a háttérben. Körülbelül egy év nyomozás után, és miután tudósokat is bevontak, megszületett a konklúzió, hogy ezek a járművek nem a földről származnak, és nem lehetnek az oroszoké. A Pentagont hivatalosan 1948-ban informálták írásban. A jelentésben az áll, hogy bár az ausztrálok eleinte ezt irracionálisnak tartották, de az UFO vizsgálat miatt annak idején az USA kutatni kezdte az antigravitációs technológiát, és több kollégiumot is megbízott és finanszírozott támogatásokkal, hogy ezt a technológiát saját használatra fejlesszék. A jelentésben megtaláljátok a kollégiumok listáját. A dokumentumban egyébként az áll, hogy ha ilyen programokat évtizedekkel a normál tudományos fejlődés előtt kezdeményeznek, az azt jelzi, hogy az amerikai kormány elismerte a fejlett repülőgépek létezését, amelyek valószínűsíthetően gravitációs szabályozó meghajtási módszert használnak. A kutató és vizsgálóbizottságot ATIC-nek nevezték. Az ATIC-ből lett a Project Sign, amiből később a Project Grudge és végül a Project Blue Book lett létrehozva. Az ATIC és a Project Sign arra lett létrehozva, hogy vizsgálják az UFO jelenségeket és az antigravitációs technológiát fejlesszék. Egy kis idő elteltével, miután nem született eredmény, a Project Sign törölve lett, és létrehozták a Project Grudge-ot. A Project Grudge célja az volt, hogy elfogadhatatlanná tegye a nyilvánosság számára az UFO-k létezését. Habár az indíték nem volt világos az ausztrál kormány számára, felhoztak néhány lehetséges okot.
Mint például, hogy az amerikai légierő szégyenkezett, amiért nem tudták kontrollálni a légteret Amerika fölött, vagy hogy féltek attól, hogy országos pánik törne ki, ha kiderülnének a dolgok az UFO jelenségekről, ezért letagadtak mindent. Hoaxes as erroneously identified friendly aircraft. Egy másik feltételezés, hogy a légierő mozgásteret akart hagyni, hogy egy másik ügynökség átfogó vizsgálatot végezhessen egy későbbi időpontban. Egy dolgot azonban bizonyosan meg tudott állapítani az ausztrál kormány, méghozzá, hogy az amerikaiak féltek, hogy az oroszok előfejlesztik ki az antigravitációs technológiát, mint ők. Miután a Project Grudge sikertelen volt abban, hogy a nyilvánosságot meggyőzze, hogy az UFO-k nem léteznek, úgy döntöttek, egy friss megközelítés kell, így létrehozták a Project Blue Book-ot, vagyis a Kék Könyv Projectet. Ha még emlékeztek a dokumentumfilm elejére, és arra, hogy eredetileg milyen információ került a nyilvánosság elé azt illetően, hogy miért hozták létre a Kék Könyv Projectet, akkor láthatjátok, mennyire más színben festi le a történteket az ausztrál jelentés. A jelentésben többek között egyébként megalapítják azt is, hogy a CIA-t megijesztette, hogy milyen mértékben terhelődött túl a katonai kommunikációjuk az 1952-es tömeges megfigyelések és bejelentések miatt a Washington DC nyarán történt események során, és attól tartottak, hogy a Szovjetunió kihasználhatja a helyzetet. Ennek eredményeképpen úgy döntöttek, létrehozzák a Robertson panelt, és meggyőzték az amerikai légierőt, hogy a Kék Könyv projektet használva nyilvánosan dibánkolják az UFO jelenséget. A pilótákat 10.000 dolláros pénzbírságra büntették, ha jelentették az UFO jelenségeket. Ez kb. 3 millió forint. Azonban ez az 1950-es évek környékén volt. 1950-ben a 10.000 dollár vásárló ereje megegyezik napjainkban körülbelül 113.000 dollárral, ugyanis a dollár átlagos inflációs rátája évente kb. 3,5% volt 1950 és napjaink között, ami kb. 1030%-os kumulált áremelkedést eredményezett. Tehát a számításaim helyesek, a pilóták mai szemmel nézve kb. 34 millió forintos büntetést kaptak, és mellesleg a jelentés szerint még mellé 10 év börtönbüntetést is. A jelentés szerint a légierő beismerte, hogy csak azért érdekelt őket a jelenség, hogy a technológiákat katonai célokra vethessék be, és nem érdekelt őket a földön kívüli élet. Az amerikai és ausztrál légierő összedolgozott, hogy elhiteltelenítsék az UFO jelenséget, és ezzel megzavarják az oroszokat. A jelentésben beszámolnak három különböző dokumentált fegyverrendszerről, amelyet a földön kívülek bevetettek. Egy szerkezet, amely megzavarja, vagy teljesen működésképtelenné teszi az emberi technológiát. Egy szerkezet, amely hősugarat bocsájt ki. Egy szerkezet, amely paralízist okoz az embereknél. A jelentésben olvasható szinte összes dokumentált esetben megállapítható, hogy a földön kívüliek szándékosan használják ezeket, azonban kizárólag védekezésre. A jelentés szerint maguk az UFO járművek rendelkeznek a képességgel, hogy megzavarják, tönkretegyék az emberi technológiát. Például lekapcsolják a meghajtórendszereket, a fényeket, kiégetik a járművek különböző elemeit, megzavarják vagy lekapcsolják a kommunikációs és irányításért felelős rendszereket. A jelentés szerint a pilótákat az UFO járművek gyakran egy zúgó, éles, sípoló hanghatással tették magatehetetlenné. Számos esetben az UFO járművek és ismeretlenekként kategorizált entitások a talajon olyan viselkedési mintázatot mutattak, amely azt indikálja, hogy a legtöbb találkozás szándékos és előre eltervezett. Gyakran kiválasztanak egy specifikus személyt, vagy pedig lebegnek az út vagy autópálya fölött várakozva egy arra járóra, hogy szemtanú lehessen. A jelentés kitér a harmadik típusú találkozásokra is. A jelentés kihangsúlyozza, hogy az entitások jellemzései nem egy egyszeri esetből, hanem tanúvallomások kollekciójából áll. A jellemzésekből idézek néhány részletet, majd néhány dokumentált tanúvallomást is, illetve a bejelentések kollekciójának a konklúzióját. Jellemzések például törpe méretű lények, vagy emberszerű lények, barna bőrrel, jóképűek, körülbelül 130 cm-es magasság, átlátszó sisak és búváruhára emlékeztető öltözet. Vagy egyszemű lények, amelyek fejformáját egy ember a küklopszéhoz hasonlítaná. Vagy apró, vékony lények, apró fejszerkezettel, amelyen a szemek szélesen helyezkednek el, és vékony, rövid szájuk van. Kisebb, mint 120 cm-es magasság. Most pedig idézek néhány dokumentált tanúvallomást.
Például két szemtanú, akik három lényt láttak, akik közül az egyik egy dobozszerű tárgyat tartott a kezében, ami zöld fényt bocsájtott ki magából, a másik kettő pedig valami olyat tartott a kezében, amit a szemtanúk fegyvernek tituláltak. Az egyik szemtanú futni kezdett a helyszínről, miközben zsibbadást érzett az arcán. Egy másik eset. A szemtanú megközelített egy férfit, aki overallszerű ruhát és sisakot viselt, és egy fémcsövet tartott a kezében, valamint a mellkasán volt valami, amiből fény áradt ki. A férfi hirtelen 10 méterrel távolabb jelent meg egy lebegő kupolánál. A szemtanú paralízisbe került, és képtelen volt a mozgásra, és ugyanezt történt a 7 másik jelenlévő személlyel is. A férfi és a kupola formájú jármű hirtelen köddé vált, és teljesen megszűnt a paralízis. Egy másik eset. Egy 11 éves szemtanú egy 3 méter magas lényt látott, amely mikor mozgásba lendült, a fiú felkapott a földről egy követ, azonban képtelen volt eldobni, mikor a lénynek a szemébe nézett. Mikor a szemébe nézett, a félelem, amit érzett, teljesen megszűnt. Elmondása szerint a lény űrhajós ruhába volt öltözve, és csupán egyetlen szeme volt, a homlokán. A lény egy dobot cipelt, amely fényvillanásokat bocsájtott ki. Egy másik szemtanú, miközben a biciklén utazott, zsibbadó, szúró érzést kezdett érezni az egész testében, ami olyan érzést keltett benne, mintha enyhe áramütés kapott volna. Megállt és leszállt a bicikliről, miközben a zsibbadás folytatódott, majd a teste teljesen megdermedt és paralízisbe került. Egy apró, emberszerű lény megközelítette és megérintette a vállát, majd távozott egy közelben álló járművel, és ezután a paralízis teljesen elmúlt. Mint mondtam, ez a néhány tanúvallomás csupán egy apró töredéke annak, amit az ausztrál jelentésben találhattok. Rengeteg bejelentett eset és tanúvallomás található a jelentésben a világ minden pontjáról. A bejelentések kollekciójának a konklúziója. A szemtanúk egy apró fémcsőről tesznek tanúvallomást. Fémrúdszerű, 60 cm hosszú, 10 cm átmérőjű. Azokban az esetekben, ahol használták a rudat, úgy tűnt, hogy az feltöltődik, és néha narancsárga vagy zöld fényt bocsájtott ki. Azonban nem minden esetben, amikor használták. A fémes rúd valamiféle több célú fegyvernek tűnik, amely bizsergető hatást kelt. A szemtanú bizsergő érzést éltek át, amikor találkoztak az UFO járművekkel, vagy pedig az ismeretlenekkel. A bizsergés úgy tűnik, mintha a járműből magából érkezne, valamint az apró fémcsőből, amit az ismeretlenek használnak. A bizsergő érzés hatásai közé tartozik a zsibbadás, szúróérzés, viszketés, paralízis, eszméletvesztés. Ezek a hatások sorrendben vannak felsorolva, azonban voltak szemtanúk, akik csupán zsibbadás és viszketésről számoltak be, voltak, akik pedig azonnal paralizálva lettek és eszméletüket vesztették. Mások paralizálva lettek, de teljesen eszméletüknél maradtak. Rengeteg szemtanú úgy jellemzi az élményt, mintha enyhe áramütés érné a testüket. Számos esetben a szemtanúk többen vannak, ketten, öten, akár még többen. És jellemzően, mikor az emberek paralízisbe kerülnek, akkor a környezetükben lévő állatok is. A szemtanúk között nem csak civilek, hanem katonák is vannak. Sok esetben a szemtanúk csupán fényeket látnak repülni közel a földhöz vagy fenn az égben. Nem látnak semmilyen entitást vagy fizikális repülő objektumot, mikor a paralízis bekövetkezik. Vannak esetek, ahol a szemtanúk megtartják az emlékeiket az esetről, azonban vannak olyan esetek is, ahol teljesen kitörlődnek az emlékeik. Számos esetben a szemtanúk csak hipnózis során képesek visszaemlékezni a történésekre, amelyen azért mennek keresztül, mert egy bizonyos időintervallum kiesik egy napjukból, amire képtelenek visszaemlékezni, vagy megállapítani, mi is történt, de különös érzések töltik el őket. A szemtanúk jellemzően arról számolnak be, hogy az ijegység vagy félelem, amit éreznek, mikor meglátják a lényeket, azonnal eltűnik, és nyugalom váltja fel a helyét, mikor szemkontaktusba kerülnek. Szemtanúk arról is beszámolnak, hogy az entitások valamilyen hipnózisszerű kontroll alá vonják őket. Egy tipikus civil eset nagyjából így hangzik. Miközben a szemtanú sétál, három törpe méretű entitás lát meg, és mikor meglátja őket, a szemtanú egy koncentrált, bizsergő, viszkető érzést kezd érezni egy bizonyos testrészében, vagy az egész testében, és összeesik. A szemtanú vagy tudatánál marad, de teljesen kábult állapotba kerül, és idő kell, amíg összeszedi magát, vagy pedig a szemtanú eszméletét veszti, és egy másik helyszínen tér magához, mint ahol azelőtt volt, és megpillantotta a lényeket. Rengeteg bejelentés olyan szituációt ír le, ahol egy repülő objektum megközelíti az autót, vagy más járművet, vagy akár csak elrepül fölötte, előtte, és a jármű teljesen működésképtelenné válik, a jármű utasai pedig paralízisbe kerülnek. Legfrekventáltabban az akkumulátor teljesen tönkre megy, valamint más elektronikus elemek is meghibásodnak.
Azonban számos esetben, mikor az UFO jármű közel kerül az autóhoz, vagy egyéb járműhöz, az teljesen leáll és működésképtelenné válik, azonban mikor az UFO jármű eltávolodik, az autó újraindul, sok esetben teljesen magától. Ezekben az esetekben a jármű semmilyen károsodást sem szenved. Számos tanúvallomás állítja, hogy éjszaka egyedüli autóként haladtak az úton, és miután egy vagy több objektum röviden követte őket, egy fénysugár megállította a járművet, és valamiféle interakció alakult ki az autóban ülők és a leszálló jármű vagy járművek utasai között. Nos, a jelentésben megtalálható rengeteg információ, amit az ausztrálok gyűjtöttek az UFO-król, illetve az amerikaiakról. Tanúvallomásokból is rengeteg van, amit a világ minden pontjáról gyűjtöttek. Az, hogy mennyire sok esetben számoltak be az emberek teljesen ugyanolyan élményekről, anélkül, hogy bárhogyan ismerhették volna egymás történetét, eléggé elgondolkodtató. Ne feledjétek, ez a dokumentum 2008-ig titkosítva volt. Illetve ne feledjétek, hogy az időkorlát miatt, amit most hallottatok, az csak a dióhéja a dióhéjnak, amit én röviden, ahogyan csak tudtam, összefoglaltam a jelentésről. A teljes képet csak akkor kapjátok meg igazán, ha végigolvassátok az egészet, és akkor látjátok meg mennyire összefügg minden. Szóval, ha tehetitek, olvassátok el az egész jelentést, kicsit több mint 50 oldal. Ha nem tudtok angolul, ne aggódjatok, mesélek és beszélek majd a jelentés tartalmáról részletesebben az élő műsoromban a jövőben. Azonban azt gondolom, az lenne az igazi, ha esetleg ismertek valakit, aki felsőbb szinten tud angolul, és felolvassa nektek személyesen. Az összes említett jelentés linkje megtalálható a leírás szekcióban. Illetve megválaszolnám a felvetést, hogy vajon miért nincsenek fényképek az UFO-król, amelyek testközelből készülnek. Úgy tűnik, ha túl közel jön egy ismeretlennek nevezett entitás vagy UFO jármű, akkor szimplán paralízisbe kerülsz. Ha ezt esetleg nyomasztónak éreznéd, akkor próbálj meg belegondolni abba, hogy mit érezhettek azok az emberek, akikre az évek során ilyesmi történt, és nem volt senki, akinek elmesélhették volna. Hiszen a stigma és a tagadásnak köszönhetően, amit ezek az amerikai és szövetséges erőfeszítések tettek, teljesen bolondnak lettek volna titulálva. Vagy lettek is? Természetesen rengetegen hazudtak a földön kívüliekkel kapcsolatos élményeikről a kapzsiságuk miatt, és amiatt, hogy vágytak a reflektorfényre. És ezek közül rengetegen le is buktak, vagy később bevallották a hazugságaik. De mi van azokkal, akik mindvégig az igazat állították? Mert, hogy most már bizonyosan tudjuk, hogy igenis voltak, akik végig az igazat mondták. Tőlük ki fog bocsánatot kérni, vagy tisztára mosni a nevüket? Megtörténik ez egyáltalán valaha? Vagy véglegesen a rendszer áldozataivá váltak, amely csupán a hatalomról és befolyásról szól? Rengetegen már meghaltak azok közül, akik az elmúlt 70 évben az élményeikről beszéltek, és már sosem állhatnak a nyilvánosság elé. Kíváncsi leszek, hogy lesznek-e erőfeszítések a jövőben arra, hogy ezek az emberek bármilyen módon, de kárpótolva legyenek. Szörnyű belegondolni abba, milyen nyomasztó lehetett ez az egész, és mennyiszer megkérdőjelezhették ezek az emberek a saját mentális épségüket csak azért, mert a nagyfőnök fegyvert akar fejleszteni. Szóval a butus kisgyerekek nem tudhatják, hogy miből próbálja összerakni azt. De inkább forduljunk a fény felé, és tekintsük vissza a múltba, hiszen a tagadásra tett előfeszítések ellenére is rengetegen álltak elő történeteikkel, és rengeteg dologról hallhattunk. Persze így sem lesz egyszerű megállapítani, mi igaz és mi nem, de például ott van az orosz kozmonauta, Viktor Afanaszijev, és az ő története. Egy legendás orosz kozmonauta, aki a Szovjetunió összeomlása után nem habozott, hogy megossza a történetét. 1979. áprilisában felemelkedett az űrbe, hogy dokkoljon a szovjet űrállomással, a Szojuz 6-tal. De valami különös történt a repülés közben. Meglátott egy azonosítatlan objektumot, ami a hajója felé fordult, és követni kezdte őt az űrön keresztül. Állítása szerint követte őket a pályájuk felén. Megfigyelték a fényes oldalon, majd mikor átrepült az árnyékos oldalra, akkor teljesen eltűnt. Valamilyen fémből készült, konstruált szerkezet volt, körülbelül 40 méter hosszú, belső hajóteste. Az objektum egy helyen keskeny, máshol pedig szélesebb volt, és kis ablakai voltak. Néhány helyen kis szárnyaknak látszó kiemelkedések voltak. Az objektum nagyon közel volt hozzájuk. Lefényképezték, és a képek azt mutatták, hogy 23-28 méter lehetett a távolság. Viktor a képek mellett arról is tanúvallomást tett, hogy folyamatosan jelentést tettek az irányító központnak az objektum méretéről, formájáról és pozíciójáról. Amikor a kozmonauta visszatért a Földre, akkor kihallgatták és azt parancsolták neki, hogy soha ne beszéljen a történtekről senkinek. A fényképeket pedig elkobozták.
Nem Viktor volt azonban az egyetlen kozmonauta, aki azt állította, UFO-t látott az űrben. Például Vladimir Kovalenok sem habozott megosztani történeteit a Szovjetunió összeomlása után, amiknek ajánlom, hogyha van időtök, nézzetek utána. Vladimir külön ki is jelentette egyébként, hogy nem érti, hogy más űrhajósok miért állítják, hogy nem láttak semmi szokatlant az űrben. Ő személyesen rengeteg UFO-t látott, különböző formában és méretben. Vladimir Kovalenok úgy szintén egy legendás kozmonauta, jó pár űrbéri misszióval, aki nem csupán megkapta a Szovjetunió hőse kitüntetést kétszer is, de amellett, hogy az orosz kozmonauta a szövetség elnökévé vált, még a Központi Tudományos Kutatóintézet igazgatója is lett az orosz védelmi minisztériumban. A múltban talán elutasíthatták az ilyen kaliberű emberek tanúvallomásait, amikor arról tettek bejelentést, hogy az ember által ismert fizikát meghazudtoló, abszolút felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan jelenségeket látnak az UFO járművek részéről az űrben. Például egy űrhajót, ami követi az övéjüket az űrben, átlátszóvá válik és látni vél egy testet benne, vagy maga az UFO jármű teljesen átalakul és formát és alakot vált, stb. Azt gondolom sok embernek azt kell megértenie, hogy igazából kb. Még mindig azon a szinten tartunk, ahol annak idején jártunk, amikor az emberek először kapizsgálni kezdték, hogy a Föld nem lapos és nem lehet leesni a szélén. Az akkori tudósok, még nagy gondolkozók kinevették és elutasították az elméleteket a Földről, ami gömb, de leginkább ellipszis alakú. Manapság ugyanúgy megvannak azok a tudósok, akik teljesen kiakadnak és elutasítóak, amikor felmerül, hogy valójában mi mindig morzsányit sem tudunk arról, hogy valójában hogyan működik az élet és a világ fizikája. Ugyanúgy gúnytűznek azokból a kollégáikból, akik teljesen új szintű gondolatokat próbálnak bizonygatni, vagy egyáltalán a tárgyalóasztalra helyezni azt illetően, hogy vajon mi is történik ebben a világban. Az elmúlt évek során mindig megmosolyogtatott, amikor egy fizikus láttam oktatni másokat arról, hogy az UFO-k nem lehetnek valósak, mert amiket az emberek jelentenek róluk, az nem illik bele a fizikánkba. Ez vagy az nem lehet valós, mert a fizikánk nem engedi. Mint a jelenlegi tudásunk lenne az úr. Mintha már minden kőbe lenne vésve. A kedvencem, amikor tényként beszélnek arról, hogy mennyire sok idő lenne ideutazniuk a Földön kívülieknek a Földre. Mint ha még véletlen sem létezhetne más utazási mód, mint az, hogy végigutazunk az űrön. Persze bevallani, hogy lehetnek más módok, csak jelenleg nem tudunk róluk, vagy akár elképzelni sem tudjuk, az már nehéz dolog, hiszen azzal megmutatnánk, hogy közel sem tudunk mindent. Engem mindig elképesztett annak a gondolata, hogy az emberek előbb zárnak ki, vagy tagadnak valamit, mint hogy beismerjék a létezését annak a végtelen óceánnyi tudásnak, amivel valószínűleg még nem rendelkezünk. Persze tisztelet a kivételnek, hiszen vannak olyanok, akik magukra veszik a terhet, és félelmet nem ismerve útnak indulnak az ismeretlen sötétségbe. Szívesen prezentálnék nektek jó pár ilyet, hogy ti is terrorizálgathassatok, de sajnos erre sem elegendő idővel, sem tudással nem rendelkezem. Én megálltam ott, hogy szereztem egy érettségit fizikából, így hát nem látnám helyén valónak, hogy túlzottan okoskodjak ezekben a mély témákban, azonban azt gondolom, hogy a kvantum összefonódás különösen izgalmas új határokat és szinteket nyit majd meg azt illetően, hogy az ember hogyan is látja a világot a jövőben, pláne most, hogy a Higgs bozonnal sikerült végre egy halom dolgot stabilizálni. Azoknak pedig, akik rendelkeznek a tudással, hogy ezeket az elképesztően komplex és bonyolult problémákat fejtegessék, azt üzenném, legyetek bátrak. Az életben bármikor valami nagyot akarsz elérni, akkor kockáztatni kell. Mint amikor az emberek 9 milliárd dollárt kockáztattak és megépítették a Large Hadron Collider-t szimplán azért, mert kíváncsiak voltak, hogyan működik az élet. Közelebb akartak jutni a magyarázathoz, hogy hogyan működik az ember, az élet, a világunk, és sikerrel jártak. És azt gondolom 2021-ben könnyebb bátornak lenni és kockáztatni, mint valaha. A napvilágot látott információknak köszönhetően egyre többen lépnek elő és merik felvállalni a gondolataik, vagy esetleg indítanak konkrét projekteket, hogy újabb válaszokat adjanak arra, hogy vajon mi is ez az élet, amiben jelen vagyunk. De maradjunk az UFO témánál, és üdvözlőjük a 2021-ben induló Harvard Egyetem vezette csapatot, akik egy új projektet indítottak Galileo néven, hogy kutassák az azonosítatlan légijelenségeket. A Galileo program vezetője Dr. Abraham Loeb, aki már korábban is reflektorfénybe került, amelyet nyíltan vállalta a nézeteit arról, hogy az emberi fajon kívül is léteznek más, intelligens lények. A mainstream média szétszincálta ezért az elismerten zseniális és korábban már úttörő felfedezéseket tévő professzort, ő azonban szilárd maradt, mint egy betonfal, és hangsúlyozta, hogy az UFO témakör átfogó tudományos analízist érdemel.
A Galileo Project célja, hogy az UFO jelenségeket, amiket a Földön és a naprendszerünkben észlelünk, a lehető legátfogóbb tudományos analízisnek vessük alá, a legmodernebb technológiai lehetőségeket használva. Dr. Loeb azt nyilatkozta, hogy bármilyen Földön kívüli technológia megértése óriási hatással lenne a tudományra, a technológiánkra és az egész világnézetünkre. Ezt természetesen országok és kormányaik is rajzolták már 2021-ben, és nem akarnak sem lemaradni, sem pedig kimaradni. India bejelentette, hogy az indiai asztrobiológiai kutatási alapítvány elindította a saját programját, a Kiválóság Központja az UFO-kért néven, azért, hogy tanulmányozzák és válaszokat találjanak az UFO jelenségekre. A szakértőkből álló csapat az országukon belüli UFO jelenségeket fogja vizsgálni, és nemzetközi tudósokat is bevonnak a kutatásba. Kína bejelentette, hogy mesterséges intelligenciát kezd használni, hogy megfigyeljék az UFO jelenségeket, mert az ezzel foglalkozó elemzők túlterhelté váltak az utóbbi években megnövekedett mennyiségű megfigyelés és bejelentés miatt a katonaság és civil lakosság részéről. Az elmúlt évekbeli UFO aktivitás rendkívüli növekedése nem csupán Kínában van jelen, hanem egy globális jelenség. A gyakori előfordulása az azonosítatlan repülő objektumoknak az elmúlt években komoly kihívás elé állítja a kínai légvédelmet, nyilatkozta Chen egy 2019-es jelentésben, amelyet a kínai vezető információs tudósok konferenciáján jelentett be Pekingben. Japán sem habozott túlzottan sokáig, és egy egész kutatólabort nyitnak Fukushimában, hogy tanulmányozzák az UFO jelenséget. A helyszín kiváló döntésnek tűnik, hiszen a csernobili katasztrófa mellett a Fukushimában történt katasztrófa után is extrém módon megnövekedett az UFO jelenlét a környéken. Mint említettem, az UFO-kat rendkívül érdeklik az atomfegyvereink és nukleáris anyagaink. Találtam egy orosz interjút Vasili Jeremenkótól, egy nyugdíjazott FSB főtábornoktól, aki azt ecsetelte, hogy hogyan képesek előcsalogatni az UFO-kat azzal, hogy nagy mennyiségű atomfegyvert vagy nukleáris anyagot mozgatnak ide-oda, illetve azzal, hogy növelik a vadászgépeik levegőben töltött idejét. Jeremenkó szerint a katonai eszközök mennyiségének a növelésével egy adott helyen 100%-ig garantálni tudták, hogy az UFO-k megjelenjenek, amik általában, de nem mindig, fénygömbök formájában voltak megfigyelhetőek. Egyébként, mint korábban is említettem, rengeteg információ származik Oroszországból az UFO jelenségeket és kutatásokat illetően, főleg katonai parancsnokok részéről. Sajnos ezeknek csupán az apró töredékét tudta megmutatni az időhiány miatt, hiszen egy külön dokumentumfilmre is bőven elég információ lenne, de amit én a legérdekesebbnek találtam, az az, hogy milyen mértékben észlelte az orosz tengerészet az UFO járműveket a víz alatt, illetve magából az óceánból előjönni, és az amerikaihoz hasonlóan rengeteg civil szemtanú mellett ők is bővelkednek a katonai szemtanúkkal. Через полгода тревожная весть пришла из района Курильских островов. Во время учебного похода крейсера «Варяг» неопознанный летающий объект на огромной скорости приблизился к судну, облетел его, как будто наблюдая за действиями команды, а затем на глазах у изумленных моряков стремительно погрузился в океан, при этом не подняв даже брызг. Эти очень разные случаи, которые происходили в разных точках мирового океана, объединяет один очень странный факт. Egy másik dolog, amit rendkívül érdekesnek találtam, az Dmitrij Medvegyev, ex-orosz elnök megjegyzésé voltak az UFO-kat illetően. Láttátok, amikor kijelentette, hogy több földön kívüli faj is bizonyosan látogatja a Földet, de nem árulja el, hogy mennyi, mert attól fél pánik tör neki. Azonban volt egy olyan megjegyzése is, miszerint akik érdeklődnek a téma iránt, nézzék meg a dokumentumfilm Krónikát, melynek címe Men in Black. Nem tudom, hogy ezt komolyan mondta-e, vagy viccelt. Nem olyan embernek tűnik, mint aki lejáratná magát ilyesmivel. Azonban az biztos, hogy a japán kabinet főtitkár 2021-ben nem viccelt, amikor kijelentette: Japan makes it a rule to take an appropriate response if it gets information about any threat to national defense and security. This policy also applies to unidentified flying objects. Azt nem tudom, hogy mire lenne képes a japán nemzetvédelem, ha a technológiai fejlettségben ezer évvel is előttünk járó UFO-k bántani akarnának, de azt gondolom, ez a kijelentés inkább az emberek megnyugtatását célozza, illetve elismeri az emberek számára, hogy az UFO-k valósak. Azt megjegyezném, mielőtt közületek bárki aggódni kezdene, vagy bárki a hollywoodi filmek manipulációjára alatt lenne, hogy soha egyszer sem találtam bármi arra utaló jelet a tengernyi információ között, amin átrágtam magamat, hogy az UFO-k bármi ártó szándékkal viszonyulnának felénk. Egyetlen egy esetet sem találtam, ahol csak a legapróbb módon is bántották volna az embereket az UFO-k. Sőt, a kutatásaim alapján az a minimum, hogy semlegesen állnak az emberekhez, de számos esetben arról találtam információt,
miszerint az UFO-k bár kismértékben, de besegítettek az embereknek, vagy vigyáztak ránk. Az UFO-k nyilvánvalóan már nagyon régóta próbálják a föld lakosságának a figyelmét felhívni rá, hogy léteznek és itt vannak. A céljaikról, a szándékaikról néhány teórián kívül fogalmam sincs, azonban az látszik, hogy amikor komoly krízis jelenik meg, vagy amikor globális veszély fenyeget, akkor nagy mértékben nő a jelenlétük. És miközben rendkívüli mértékben nő az UFO jelenlét mértéke az elmúlt néhány év óta, képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy talán az egyik fő oka ennek a globális felmelegedés lehet. Azonban remélem örömmel és nyugalommal tölt el benneteket, hogy az emberi erőfeszítések, hogy többet tudjunk meg az UFO-król, exponenciálisan növekszenek, és egyre többen lépnek előre, hogy befektessék az idejük és tudásuk, hogy válaszokat találjanak. És miközben rengeteg előrelépés történt az elmúlt években, azt gondolom magabiztosan állíthatjuk, hogy a java még csak most következik. És azt gondolom, boldogan kijelenthetjük, hogy ez egy új kor kezdete. Búcsúzóul még két rövid történetet mesélek el nektek, mindkettő a Roswell incidenshez köthető. Az egyik történet főszereplője Walter Haut, a katonaság szóvívője, aki annak idején bejelentette, hogy a katonaság csészealjat szerzett. Az évtizedek során tengernyi bizonyítékot és tanúvallomást szereztek az UFO kutatók a Roswell incidenst illetően, azonban sosem volt elég szilárd semmilyen bizonyíték sem ahhoz, hogy kikényszerítsék a kormányból vagy katonaságból, hogy beismerjék az eset megtörtént. Walter Haut az évek során letagadott mindent azt illetően, hogy bármit tudna a Roswell incidens részleteiről, UFO járműről vagy földön kívüli lények halott maradványairól. Azonban az idő vasfoga őt is elérte, és csak utólag derült ki, mi mindent is tudott valójában. Walter Haut legjobb barátja Colonel Blancard volt, a négy csillagos tábornok, aki később az Egyesült Államok légierejének vezérkari főnök helyettese lett, ami technikailag a második legmagasabb pozíció, ami a légierőben csak van. Walter felesküdött a barátjának, hogy amíg él, nem árulja el senkinek sem, amit a Roswell esetről, az UFO-król és a földön kívüli lényekről tud. Azonban ahogy telt az idő, Walter egyre inkább úgy érezte, hogy az emberek tudtára akarja adni, hogy valójában mi is történt. Büszke ember lévén ezt képtelen volt megtenni a barátjának tett esküje miatt. Végül Walter előállt egy megoldással, ami egyszerre volt egyszerű és nagyszerű. Walterről videófelvétel készült, ahol elmesélt mindent, amit csak tud a Roswell incidensről. Azonban, hogy barátjának tett esküjét megtartsa, úgy intézte, hogy a felvétel csak akkor láthasson napvilágot, mikor ő már nincsen az élők sorában. És ez így is történt. A videófelvétel csupán a halála után látott napvilágot. It was a relatively small body, comparable to maybe a 11-year-old, 10 or 11-year-old child. It was pretty well beat up. Walter Haut beszámolójában elmeséli, hogyan vezette őt Blancard tábornok a hangárhoz, ahol egy 5 méteres, tojásformájú repülőjármű maradványait látta, valamint néhány apró testű, nagyfejű, rendkívül összezúzódott földön kívüli lény halott maradványait. Walter arról is beszélt, hogy igazából két helyszínen is roncsokat és törmeléket találtak. Az egyik, amelyen Jesse Marcel is járt, 120 km-re északnyugatra a Roswelltől csupán egy nagy törmelékmező volt, tele maradványokkal, leszakadt elemekkel, azonban a másik helyszínen, 65 km-re északra a Roswelltől megtalálták magát az UFO járművet és a halott földön kívülieket. Az északi helyszínre civilek találtak rá július 7-én, és így a hírek gyorsan eljutottak a lakossághoz is. Ez hát az oka annak, hogy annyira sok szemtanú volt, és annak is, hogy Jesse Marcel nem látott holtesteket. De Walter arról is beszélt, hogyan adták körbe a maradványokat egymás között egy találkozónak katonatisztekkel, amiket végül senki sem tudott azonosítani. Rémi tábornok repülővel érkezett, hogy részt vegyen a találkozón, majd informálta a résztvevőket, hogy mit fognak a nyilvánosságnak mondani. Valamint, hogy a távolabb eső roncsokról fognak csak beszélni, hogy félrevezessék az embereket a fontosabb és könnyebben hozzáférhető jármű és holttestek helyszínéről. Walter a beszámolójában megemlíti, hogy ő úgy érezte, hogy Rémi a Pentagon parancsait követi. Valamint, hogy ő megzavarodott a sok kavarásban, és emiatt egyszerre félre is vezette a lakosságot, viszont be is vallotta a repülő csészaj létezését a sajtónyilatkozatban. Walter Haut tanúvallomása a puzzle hiányzó elemei, amit a tengernyi bizonyíték és tanúvallomás után képtelenek voltak a kutatók a helyükre rakni.
Másik történetünk főszereplője pedig nem más, mint maga Rémi tábornok. Az évtizedek során rengeteget kutattak és nyomoztak az emberek, hogy kiderítsék, mi is történt Roswellben, hiszen elképesztő mennyiségű gyanús nyom és tényező volt. Azonban ahogy ti sem, mások sem vették észre, hogy a válasz valójában mindvégig előttük volt. A képeken, amiket láttatok és láttok most is, van egy nyom, ami elárulja, hogy mi is az igazság. Észre tudod venni? Vagy egyáltalán sejted, hogy mi lehet az? Nos, a nyom megfejtéséhez idő kellett, ugyanis fejlődnie kellett a technológiának, így akik régen kutatták a Roswell esetet, nem rendelkeztek eséllyel sem. Azonban a helyzet néhány évvel ezelőtt változott. Mindenképpen Rémi tábornok kezében egy papír látható, ami egy pillanatra a fotósok felé is lett fordítva, így a tartalmának egy része megörökítése került. Réminek nem kellett attól tartania, hogy a mellette lévők felolvassák a papír tartalmát, hiszen ugyanúgy benne voltak a titokban, mint ő. Valamint attól sem kellett tartania, hogy a több méter távolságban lévő sajtósok valahogyan kiolvassák a kezéből. Gondolj bele, te mennyire tartanál attól, hogy 5-6 méterre tőled valaki elolvassa, ami a kezedben lévő papírra van írva. Az, hogy ez a papír miért volt a kezében kérdéses, talán mert sietett, hogy fel se tűn neki, hogy ott van a nagy kavarodásban és hazudozásban. Azonban itt ismét kulcsfontosságúvá vált a régi 8 mm-es film részletessége, amikor a távoli objektumokat fotózza az ember. Több évtizeddel később a technológia elérte azt a szintet, ahol az emberek különböző programokkal elkezdhették megfejteni az üzenetet. Néhány ember, akikről annyi információt találtam, hogy van pénzük, valahogyan megszerezték az egyik fotós magas felbontású mikrofilmjét, és ezt használva az HDR képalkotás termékeit képhalmazok formájában dolgozó fájlokká dolgozták fel, ahol a rétegek közötti kölcsönhatást különböző módon befolyásolták, hogy az üzenet olvashatóbb legyen. Emellett még bevetettek számos technikát, amiket már egyáltalán nem értek, szóval ha érdekel, nézz utána. A lényeg, hogy elég komoly eredményt értek el, azonban ezek után is csupán néhány szó vált szabad szemmel olvashatóvá. Ezek közül, ami kiemelkedett, az a victims szó volt, magyarul áldozatok. Ezek az emberek ezután több millió forint értékű jutalmat ajánlottak fel annak, aki képes olvashatóvá tenni a teljes üzenetet, ami a papíron van. És itt jött képbe David Rudiak, aki 2 éven át dolgozott a projekten, és a kor csúcs technológiáját használva végül az üzenet 80%-át megfejtette. David munkájából kiderül, hogy a papír egy távirat volt, amit Rémi tábornok a Pentagonnak készült küldeni. A távirat célja röviden annyi, hogy informálja a Pentagont arról, hogy hogyan alakulnak az események. A táviratból sok minden kiderül, de röviden arról beszél, hogy megtalálták a csésze aljat, és szavain enyhe utalás érződik arról, mintha ez már nem az első lenne, valamint beszél arról is, hogy a roncsok között és a csészealjban áldozatokat találtak, és küldik őket Fort Worth-be, ahogy a Pentagon kérte. Rémi a táviratban azt is részletezi, hogy kiknek a hibája, hogy a csészealjról információ került ki a sajtónak, és hogy hogyan tusolják el az esetet, és használják a meteorológiai léggömbsztorit. Végezetül pedig Rémi megemlíti, hogy a léggömbsztori hihetőbb lenne, ha demonstrációt is tartanának a meteorológiai léggömbről. Mint említettem, a Roswell incidensről tengernyi bizonyíték van, mint ahogyan arról is, hogy az amerikai kormány és katonaság eltusolta az ügyet, de ettől függetlenül az amerikaiak még mindig nem vallották be, hogy mi történt igazából, így a Roswell incidens körüli nyomozás 2021-ben is folytatódik. Személyes véleményem, hogy szerintem sajnos soha nem is fogják bevallani. Azonban szerencsére vannak olyan amerikai kormányzati képviselők, akik megmondják az igazat. Például Harry Reid az utóbbi időben is sürgette az államot, hogy hozzák nyilvánosságra, amit tudnak, és kijelentette, hogy a képek és videók, amik eddig kikerültek, csak a jéghegy csúcsai. És az amerikai katonaság rendelkezik rengeteg szuper jó minőségű képpel és videóanyaggal az UFO-król, amelyeket szeretné, ha nyilvánosságra hoznának. Harry Reidre nagyon érdemes odafigyelni, hiszen a közelmúltban is elmesélt egy történetet, miszerint egy amerikai focilabda formája stadion nagyságú UFO jármű lebegett a USS Omaha hadihajó fölött a NextGov nevezeti konferencia idején, majd hirtelen berepült a vízbe és eltűnt. Azt nem tudom, hogy a magyar katonaságnak van-e bármi információja az UFO-król, de ha van, akkor szerintem mind értékelnénk, ha beavatnánk a nyilvánosságot. Azoknak pedig, akik a tudományok világában jártasak, sőt, akár a politikusok figyelmét is felhívnám, hogy érdemes lehet időt, energiát és pénzt fektetni az UFO jelenség kutatásába, amint lehet. Ha esetleg nekünk magyaroknak sikerülne megfejtenünk akár csak egy apró részletet abból, hogy hogyan működnek a földön kívüli technológiák, annak kolosszális kihatásai lehetnének az emberek életére és a gazdaságra. Ez egy extrém ritka lehetőség arra, hogy egy kis ország nagyot lépjen, vagy akár óriásit. Arról, hogy
különböző országok és kormányaik lépéseket kezdtek tenni, hogy kutassák az UFO jelenséget, már korábban is meséltem, azonban nemrégiben az ausztrál kormány kiverte a biztosítékot azzal, hogy az ausztrál jelentést eltüntették a hivatalos websájtról. Az UFO jelenség kutatásával foglalkozó közösség teljesen kiakadt, azt gondolva, hogy próbálják eltüntetni a bizonyítékokat. Az emberek egymást nyugtatták, hogy már letöltötték és elraktározták a dokumentumokat, szóval a kormány közbelépése mit sem ér, azonban rövidesen váratlan fordulat következett. A dokumentumok mind visszakerültek a helyükre, azonban ezúttal hivatalos vízjellel ellátva. A haragból pillanatok alatt üdvrivalgás és újongás lett, amiért az ausztrál kormány még egy szinttel hivatalosabbá tette a dokumentumokat, és kijelentette, hogy ez az, amit mi a földön kívüliekről tudunk. Nos, mi is az, amit a földön kívülekről tudni lehet? Azt már biztosan tudjuk, hogy az UFO-k valóságosak, tényleg itt vannak a földön. Tudjuk azt, hogy ezek a repülő járművek legalább 1000 évvel meghaladják a technológiai fejlettségünket. Azt nem tudjuk pontosan, hogy honnan jönnek és mik a szándékaik, azt azonban tudjuk, hogy észleltük őket már az űrből érkezni, az óceánokból előjönni, és magasrangú katonatisztek és a katonaságban szolgáló tudósok a többi dimenzió lehetőségét is jó pár éve lebegtetik. Tudjuk jól, hogy az UFO-kat fizikális, fémszerű anyagból készült repülő járműként észlelik, amelyek nagy része kör, henger vagy háromszög alakú. A méretük változó, egészen a néhány méteres átmérőtől a stadion vagy több stadion nagyságú járművekig. Azonban már azt is tudjuk jól, hogy fénygömbök formájában is gyakran megjelennek. Már bizonyosan tudjuk, hogy ezek a járművek képesek az 5 megfigyelhető közül legalább egyre, de feltehetőleg az összesre. Bizonyosan tudjuk azt is, hogy az UFO-k időnként rejtőzködnek és csak infrared kamerával láthatóak, viszont van, amikor direkt felhívják magukra a figyelmet. Valamint, hogy rendkívüli érdeklődést mutatnak az atomfegyvereink és nukleáris anyagaink iránt. Bizonyítékunk van már arról is, hogy az amerikai kormány és feltételezhetően más kormányok is eltitkolták az információik az UFO jelenségről, tagadták a létezésük, sőt, amit lehetett, megtettek, hogy a lakosság ne tudja meg az igazat. Hogy pontosan milyen régre nyúlik ez vissza, az kérdéses, de erősen sejthető, hogy legalább 70 évre. Bizonyítékkal rendelkezünk arról is, hogy az UFO incidensek időnként paranormális jelenségekkel járnak együtt. Erre a TikTok UFO incidens szolid bizonyítékkal szolgál, hiszen az UFO ismerte a vadászpilóták keppontját. Rengeteg információ van különböző paranormális képességek használatáról az amerikai katonaságban, szájkotronikus fegyverek gyűjtő néven, például a remote viewingra, tehát a távolnézés képességére, amelyet bizonyítottan sikere használtak például kémkedésre, valamint arról is, hogy a telepátiával kísérletezgettek a múltban és a közelmúltban is. A telepátiával kapcsolatosan úgy tűnik áttöréseket is elértek már tudósok, azonban ezeket a technológiákat azonnal felvásárolja az amerikai katonaság és titkosítja őket, ha nem házon belül sikerült kifejleszteni. Azonban olvashattok kutatásokról, amelyeket például állatokon hajtottak végre, hiszen ha van telepátia, akkor feltételezhető, hogy az állatok is képesek rá. Erről linkelek és mutatok nektek egyet, amelyet egy kutyuson hajtottak végre, hogy megmutassák, a kutya nem feltétlenül azért várakozik az ajtó vagy ablak előtt, mert érzi a gazdája illatát vagy hallja őt mozogni. A kutya már statisztikailag releváns gyakoriságban akkor várakozni kezd a gazdára, mikor annak a fejében megszületik a döntés, hogy hazaindul, nem például akkor kezd várni, mikor ténylegesen elindul hazafelé a gazdája. A földön kívüli lények telepátia használatáról rengeteg tanúvallomás van, a legerősebb és legnehezebben cáfolható eset a zimbabwei Aerial School incidens, ahol 60 kisgyerek számolt be egy iskolai szünet során arról, hogy UFO járművek leszálltak a játszóterük mögött, majd a járművekből földön kívüli lények léptek elő és telepatikusan kommunikáltak velük, tehát a gondolataikba helyezték az információkat. A fő üzenet, amelyet 1994-ben a gyerekeknek átadtak, az volt, hogy a technológia veszélyes, mert rosszul használjuk. Erről az esetről és más rendkívül fontos és érdekes esetről a The Phenomenon című dokumentumfilmben találtok részletes információt, de persze jó pár más dokumentumfilm is készült az esetről és a szemtanúkról, akik közel 30 év elteltével is mesélnek az esetről. Jó néhány paranormális dologról és technikáról készültem beszámolót és prezentációt tartani nektek, többek között a manifestációról, a telepátiáról, a remote viewingról, a szinkronizációról, a téridő anomáliákról, valamint a további dimenziók létéről, az
azonban úgy döntöttem, ebből a dokumentumfilmből ezeket a témákat kihagyom, mert így is elég megemészteni való van sok ember számára. Ha érdekelnek ezek a témák és akarjátok, akkor néhány hónapon vagy éven belül ezekről a dolgokról is készítek egy dokumentumfilmet, vagy beszélek róluk a livestream csatornámon, azonban már most leszögezem, hogy ha bár rengeteg bizonyítékkal és erős elmélettel álltak már elő tudósok, katonatisztek, ennek ellenére a paranormális jelenségek egyszerűen nincsenek 100%-ig tagadhatatlanul és tudományosan bizonyítva vagy elismerve úgy, mint például az UFO-k létezése, és egyszerűen sok embernek ez már túl sok lenne egyszerre, valamint idő sincs elég ebben a dokumentumfilmben, hogy megmutassa, miket lehet már tudni, hiszen így is közel 3 órás a dokumentumfilm. Azonban, ha furdal a kíváncsiság, akkor javaslom, hogy járj utána a dolgoknak, hiszen elképesztő mennyiségű információt fogsz találni, mint ahogyan találtam én is az interneten, és egy erősebb angol tudás mellett csupán kitartásra van szükséged. Én mindent, amit ebben a dokumentumfilmben hallottál, publikusan az internetről szereztem meg, nincs szükség titkos és misztikus informátorokra, meg ilyen-olyan kapcsolatokra. Annyit viszont mindenképpen elárulok, hogy úgy tűnik a tudat jóval nagyobb szerepet játszik az életben, mint eddig sokan sejtették, és a kvantum összefonódás és a tudat kapcsolatáról minél többet tudsz meg, annál inkább látni fogod, hogy mennyire elképzelhetetlennek kezd tűnni, hogy a halál után véget érjen az életed, vagy inkább a tudatod. Illetve a személyes véleményem, szóval erre ne alapoz semmit, de én egyre inkább úgy veszem észre, hogy a vallások mégsem csupán mesék voltak, amikkel az emberek nyugtatják magukat, hanem darabkái és metaforái sok-sok igazságnak, aminek a pázőjét a tudósok már apró darabonként, de elkezdték kirakni. Nem meglepő módon azonban úgy tűnik, hogy nem egy vallás, hanem jó pár vallás különböző tanításai és gondolatai azok, amik idővel a tudomány szinterére fognak lépni. A világon több mint 4200 vallás van jelenleg, és jó néhány vallás tanításai és elképzeléseit szépen lassan, de az úttörő tudósoknak a világ szerkezetéről kialakított teóriáiknak vagy felfedezéseiknek az elképzeléseivel látom összefolyni. Sajnos az idő nagy részében az emberek, mint az állatok civakodtak, hogy kinek van igaza a vallását illetően, és csupán kevesen álltak meg elgondolkodni, hogy mi van, ha több vallásban is megjelenik az igazság egy-egy darabkája, és mi van, ha ezek a dolgok tudományosan megalapozottak lehetnek. Remélem abban mindegyet értünk, hogy mindenkinek joga van azt hinni, és abban hinni, amiben csak akar. És mindenki nyugodtan hihet abban, ami neki jól esik, és amit igaznak gondol, és megnyugtatja. És szerintem ez így is van jól. Nos, az UFO-k, vagyis a Földön kívüli járművek létezése már egy elismert és bizonyított tény. Azonban ott még nem tartunk, hogy elismert legyen a Földön kívüli lények létezése is. Nekem úgy tűnik, az emberek azt várják, hogy a kormány hivatalosan beismerje, hogy ezek a lények léteznek, és csak akkor tekintik bizonyítottnak a dolgot, mindegy mennyi információ van már, meg a logika mit tesz nyilvánvalóvá. És ez elég vicces is amúgy, tekintve, hogy tudjuk, hogy a kormány nem mond igazat, sőt, visszatart információt, de úgy tűnik így működik sok-sok ember. Csak akkor nem létezik a Mikulás, ha apu meg anyu azt mondja, az mindegy, hogy hallottam aput meg anyut arról beszélni, hogy nincs Mikulás, sőt láttam is, amikor ők rakták az ajándékokat a csizmába. De mindegy, nekem addig létezik a Mikulás, amíg ők ide nem jönnek hozzám, és be nem vallják személyesen, hogy a Mikulás nem létezik. Nekem a személyes véleményem egyébként, szóval erre ne alapos semmit, de szerintem elég nyilvánvaló, hogy az UFO járműveket nyilván földön kívüli lények irányítják, időnként távolról, időnként magából a járműből. Valamint azt gondolom, hogy nem egy, hanem jó néhány földön kívüli faj is jelen van a bolygónkon. Nekem az a véleményem, hogy a legnagyobb számban azok lehetnek jelen, akik emberszerű külsővel rendelkeznek, illetve azok, akiket szürkéknek nevezünk. Valamint azt gondolom, hogy többféle faj is van, akik emberszerűek, illetve a szürkékből sem csak egyféle van. Tudom, milyen bizarul hangzik ez, de remélhetőleg a kormány hamarosan elismeri nyilvánosan is majd, hogy a Mikulás nem létezik, és akkor kicsit nyíltabban is megoszthatom a földön kívüli lényekről kialakított gondolataim, illetve információim, amiket találtam, de egyelőre nem tudok 100%-ig bebizonyítani. Azonban egy kérdés felmerült bennem már évekkel ezelőtt, jóval azelőtt, mielőtt elismert tényé vált volna, hogy az UFO-k valósak és léteznek, hogy vajon van-e felvétel a földön kívüli lényekről, ami publikusan elérhető. Tengernyi mennyiségű videóanyagot és képet láttam, amik azt állították, földön kívüli lény látható rajtuk. Minden alkalommal a legapróbb részletekig menő kutatást végeztem, hogy kiderítsem, valóban hiteles képről vagy videóanyagról van-e szó. És minden alkalommal kiderült, hogy a felvételek vagy képek hamisak, időnként maga a készítő is bevallotta ezt a publicitás miatt. Rendkívül szerettem volna hinni és látni,
azonban rendkívül szkeptikus is vagyok, hazudni pedig képtelen lettem volna magamnak, amikor úgy éreztem, elég bizonyítékot találtam arról, hogy egy kép vagy videó hamisítvány. Szóval jó ideig úgy voltam vele, hogy publikusan nem érhető el ilyesmi, azonban amikor találkoztam a törökországi UFO incidens anyagával, akkor a legmélyebb mélységig kellett leutazzak, hiszen tényleg cáfolhatatlan volt, és a mai napig cáfolatlan, hogy habár csak néhány pixelnyi, de valós felvételek láthatóak földön kívüli lényekről. Így hát hosszú időn keresztül be kellett érjem néhány pixellel, azonban egy nap ráakadtam Iván videóira. A videókra, amelyekről a mai napig nem találtam hiteles bizonyítékot, hogy valótlanok lennének, pedig a VFX, CGI és filmszakma szakértői az összes képkockát a lehető legalaposabban megvizsgálták és darabjaikra szedték a videókat. Voltak olyanok, akik azt állították, bizonyítani tudják valahogy, hogy Iván videói hamisítványok, azonban ezekről mind kiderült, hogy vagy hazudtak, vagy elsiklottak részletek fölött. Azt tudnotok kell, hogy a videók 2011 környékén lettek feltöltve a YouTube-ra, és a szakértők becslése szerint 110-240 millió dollár körüli összeg lett volna minimum a létrehozásuk költsége, ha egyáltalán létrehozhatóak lettek volna. A videók a több mint 10 év alatt, mióta fel lettek töltve, nagyrészt csupán pár ezer megtekintést értek el, valamint soha nem lépett elő senki, hogy azt állítsa, a videók tőle származnak. De akkor lássuk az analízist, kiemelek néhány részletet a megállapításokból, leginkább amelyeket értelmezni tudtam. Olyan szakmabeli részletekre, amikbe a szakértők belementek, én nem fogok, mert őszintén nem is értem. Vékony Bob videóját fogom nagyrészt csupán elemezni, de a mimika, kéz, váll és úgy összességében a testmozgás minden videóban, amit látunk, elképesztő. A videót először lassítva olyan formában látjátok majd, amelyben Iván feltöltötte hanggal, majd a valódi sebességgel mutatom meg. A videók feltételezhetően egy összefüggő történetet írnak le. Néhány másodperces klippek egy hosszabb, több órás felvétel részletei. Az általunk látott felvételt eredetileg filmre forgatták, majd VHS szalaggal felvették egy kivetítőről, majd a kazettát egy digitális felvevővel rögzítették egy tévéből. Nagyon mély részlet. Az ársebesség minden hanghullám alakja egyedi, extrém szintű részlet, ha a videót fabrikálták. A vékony Bob felvétel bal oldala részben le van vágva, és úgy tűnik, mintha valaki állna, mozogna Bob mellett, miközben ő interakcióban van valamivel. Ha ez egy fabrikált videó lenne, akkor semmi értelme sem lenne, hogy valaki bezavarjon a felvételbe, és csak úgy áldogáljon Bob mellett. A második videóban a magasságmérő eszköz is nagyrészt le van vágva, és látszik is a videó végén, hogy van valami, ami mellől ellép az entitás. Az időbélyeget kitakaró fekete sáv a videókban különböző kinézetű, ami egy komoly részlet lenne, ha a videó fabrikáció vagy legitimitást keltsen. A szem fölötti terület mozgása, ahol a szemöldök helye lenne, megfelel a szemhéj mozgással. Nagyon mély részlet. Az izom a nyak hátsó részén kidudorodik, mikor a fej megemelkedik. Extrém szintű részlet. A száj kétszer és finoman kinyílik és bezárul. Extrém szintű részlet. A kézmozgás, a megfogáskor és a koordináció a két kéz mozgatásakor tükröződik a vállak mozgásán. Elképesztően extrém szintű részlet. Komplex mozgás rengeteg alkotó résszel. A pislogás elképesztően valósághű. A bőr nyúlik alul és felül is. További részletekbe esztéltően nem megyek bele, de annyit mondok, hogy a pislogástól vannak kb. A legjobban elképedve a CGI szakértők. Összetett és sokrétű testkoordináció és mozgás. Ha a videó fabrikáció lenne, akkor elképesztően nagy időt és gigantikus pénzt igényelt. A
A lény által viselt ruhának a mozgása, nyúlása, fodrozódása extrém szintű részlet, amelyet elképesztően nehéz lenne reprodukálni, és a videó fabrikáció teljesen fölösleges is. Nem véletlen, hogy a 2010-ben megjelent Paul című filmben, ahol egy földön kívülről szól a történet, a földön kívüli lény nem visel ruhát. Egyszerűen túl nagy extra költséget generált volna a film készítés során, fölöslegesen. Hiszen ki mondja meg, hogy viselnek-e ezek a lények ruhát, vagy sem? Néhány embernek már mutattam személyesen is ezt a felvételt, és megmosolyogtattak egy-két kommenttel, például, hogy nem realisztikus a mozgása. Mint ha mi tudnánk, hogy egy földön kívüli lény hogyan mozog. Miért mozogna úgy, mint egy ember? Illetve a videó kb. 12 képkocka per másodpercben van, szóval amúgy sem tudjuk megállapítani a mozgás pontos fluiditását, viszont szerintem, ha egy lény jóval nagyobb agykapacitással rendelkezik, mint egy ember, akkor feltételezhető, hogy elég gyorsan mozog és csinálja a dolgait. Rengeteg sok elképesztő megállapítás van még a videókról, és arról, amiket látunk rajtuk, de sajnos ezekre itt most nincs idő. Ha valaki azt állítja továbbra is, hogy szerinte CGI felvételeket osztott meg Iván, akkor pedig szerintem elvárható, hogy végigolvassa a komplex analíziseket a teremtmény egész testéről, a lábán át, az ujjakon és a mozgásán keresztül a fejszerkezetig. Mutathattam volna nektek rengeteg izgalmas és látványos felvételt földön kívüli lényekről, de ezeknek a 99%-a vagy megkérdőjelezhető, vagy már ki is derült, hogy fabrikáció, vagy maga a készítő vallotta be, hogy bezsebelje a publicitást. Ezeknek a felvételeknek a kizárólagos használatát éreztem korrektnek veletek szemben a dokumentumfilm során. Iván felvételei azok, amikkel egyszerűen nem lehet mit kezdeni. A törökországi incidens van csak ilyen szinten, legalábbis aközül a tengernyi mennyiségű eset közül, amivel találkoztam és megvizsgáltam. Azonban az analíziseken kívül nincsen erre más bizonyítékom, és ki tudja, talán egyszer kiderül majd, hogy számtalan bizonyíték és a logika ellenére mégis kamuk a felvételek. Erősen kétlem, de mivel nem voltam ott, mikor a felvétel készült, így nem tudhatom, és nem mondhatom, hogy biztos, hogy valóságosak, csupán, hogy szerintem azok. A videók egyébként elvileg a Szovjetunióból származnak, és a KGB logót, amit az egyik felvételen láthattok, orosz és amerikai szakértők analizálták és validálták. Ez a személyes spekulációm lesz, amire semmilyen konkrét bizonyítékom sincsen, szóval erre ne alapos semmit. Szerintem a történet a következő lehet. Emberek felvételt készítettek egy UFO járműről, a talajról és a levegőből is. Napokkal később ez a jármű, vagy egy másik, valamiért lezuhant, és erről látunk egy felvételt. A jármű mellett egy élő és egy halott földön kívülit látunk. Az élő földön kívüli talán vékony bob, a halott pedig az, amelyről a boncolást látjuk egy nappal később. Egy nappal később vékony bobot látjuk, ahogy megmutat valamit az UFO járművön. Ezért áll mellette valaki, hogy lássa mit csinál. Kicsit később valamilyen szerkezettel megmérik Bob magasságát. Majd egy nappal később a Hogyan vezes című felvételen az UFO jármű irányító paneljét látjuk, ami négy bemélyedés van, ami passzol a teremtmény négy ujjához. Vékony Bob feltételezhetően a szürkék néven emlegetett földön kívüli faj tagja, amelyről már itt, a dokumentumfilmben is hallottatok, de egyébként ez az a faj és karakterisztikum, amelyről a legtöbb információ és tanúvallomás származik. A meglévő négy videót néhány nap eltéréssel töltötte fel Iván egymás után a YouTube-ra. Iván a tervek szerint 7 videót akart közzétenni a földön kívülekről, hogy nyilvánosságra kerüljenek. A harmadik feltöltött videó azonban azoknak szól, akik a videókat akkoriban látták és feltételezhetően a forrás kilétét és mi voltát követelték. Tehát kérdéses, hogy még 3 vagy 4 videó lett volna hátra, amiken nem erről a világról származó dolgokat látunk, azonban a negyedik feltöltött videó után Iván teljesen eltűnt és már több, mint 10 éve nem került elő. Kicsit sajnálom, hogy csak ennyire volt idő, azonban a jövőben megpróbálom más platformjaimon is osztani azokat az információkat, amiket már tudunk az UFO-kkal kapcsolatosan, illetve amiket majd a jövőben kiderítünk, a legújabb híreket, a legújabb felvételeket, és a többi, és a többi. Azonban én továbbra is a livestreameléssel fogok foglalkozni, az élő műsorommal, nem csapok fel UFO-kutatónak, vagy UFO-vadásznak, vagy bármi hasonló, nekem a célom az az, hogy élőben szórakoztassam az embereket. Ez egy külön projekt volt, amit azért csináltam, mert úgy voltam vele, hogy jogotok van tudni azt, hogy mi történik a valóságban, jogotok van tudni azt, hogy mi az igazság az UFO-kat illetően, és örülök, hogyha ezt az információt megoszthattam veletek, és remélem, hogy élveztétek ezt a dokumentumfilmet. Úgy intéztem a dolgokat, hogy ebből az egész dokumentumfilmből én ne keresek pénzt, úgyhogy semmilyen reklám nincsen, illetve nem adtam el a dokumentumfilmet magát a tévének. Ez az egész csak egy jótékonysági dolog volt, amit azért csináltam, hogy felnyissem a szemeteket. És remélem, hogy sikerrel jártam.
Ha gondolod, írd meg a kommentek között, hogy mi a véleményed a dokumentumfilmről, illetve alapvetően mit gondolsz erről az egész UFO témáról. Ha átéltél már megmagyarázhatatlan jelenségeket, akkor azt is megköszönöm, ha megírod, illetve ha lehet, akkor légy szíves, minél részletekig menőbb légy, pontosan mikor történt, hányan voltatok, mi volt a helyszín, mik voltak a körülmények, amit csak lehet. Illetve ha értékesnek találtad a munkámat, akkor kérek legalább egy emberrel oszd meg ezt a dokumentumfilmet. Azt, hogy kit választasz, hogy megoszd vele ezt a dokumentumfilmet, hogy felnyisd a szemét az igazságra, hogy bevond őt is abba, amit már tudni lehet, azt abszolút rád bízom. Én igazából csak köszönöm azt, hogyha megosztod bárkivel, hiszen minél több emberhez jut el az információ, az igazság, annál inkább elérem a célomat. Úgyhogy köszönöm. Én Chris Advice vagyok, és ez volt, amit a Földön kívülekről tudni lehet.